Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Hello, 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 hello. Jó reggelt mindenkinek! Egy hosszú hétvége után, szerdán, hát nincs ennél hát, jobb, gyerekek! Hello, Anna! Hello, Zsül, hello, mindenkinek itt vagyunk, sose hosszabbat, sose jobbat. Szerdán hetet kezdeni, ez felér egyfajta szemtelenséggel, de nagyon jó. Nagyon jó, hogy ez is komolyan mondom. Mindegy, érted? Tök más a hangulat, hogy így, hogy szerdán reggel ülsz mikrofon mögé. De tényleg, nem? Szóval ez valami... Jó volt. Nagyon jó volt, és az időre se lehetett panaszunk, mert három napon keresztül gyönyörű idő volt, tehát aztán tegnap egy picit elroblott. Hát se baj. Finoman fogalmazol, igen, a picit elromlott, az nem tudom nálatok, mi volt nálunk, nálunk nagyon elromlott. Armageddon. Nálunk brutál szél, óriási eső, úgyhogy hó is esett tegnap reggel. Vendégek voltak nálunk, pont őket vártuk, és mondom, benne szakad a hó. És rendelted. És kérdezte, milyen az. Kérdezte a gyerek, hogy kimegyünk-e hógolyozni. És ezt tudod, egy március 15-én, amikor mindenki tüntet, meg felvonul, meg ellentüntet. Havat kérek. Igen, havazzon. Minden gyerek, hogy kimegyünk-e hógolyozni. Hát, mondom, figyelj, még azért az picit esnie kell. Aztán elállt, de masszív szakadó hóesés Törökbálindért környékén reggel 8 órakor, aki arra jár, az, vagy arra lakik, az meg tudja erősíteni, hogy volt szakadó hó. Hát azért az jó. Március 15-én, hát majdnem átültem egy másik autóba. Vártam az SMS-t a Pintértől, hogy na most mi van akkor, megint ott ragadunk? Hát kékesen ilyen 5-10 centis eset állítólag volt, igen, olyan rész. Azért az meg az szépen, az szépnek néz ki, igen. Na, mindenkinek jó volt, szép volt, jó rendben volt, jó volt. Sok esemény nálunk nem volt, sajnos megint beteg a kutyusunk, hogy napi 6-szor étkezés mellett egy kis vérvétel infúzió minden napra akad, de hát öröm az örömben, hogy azért így legalább le tudtam 4 Walking Dead-et, 2 Black Sails-t és 4 Vikinget. Szupermaraton. Most én is tudtam kicsit hozni a sorozataimon, volt egy kis időben, nekünk volt külföld, belföld, mindenhol voltunk, elég eseménydús volt, de ennek ellenére azért tudtam hozni egy párat, úgyhogy... Úgyhogy ezért sorozatokat tudtam nézni. Mindenhol voltunk. Egy dolgot szeretnék csak a tegnap estéről elmesélni. Mi lent voltunk a Velencei tónál, végig ragyogó jó idő, óriás bringázások, fagylaltok, fröccsök, tehát F betűs már minden. Már fagylaltos? Persze, figyelj, tibörög minden, az összes lángosos nyitva, nagyon jó volt. Jöttünk vissza tegnap este, gondoltam, jobb, ha későn indulunk, mert hát mégiscsak a fővárosban vannak ugye történések, ne álljunk fölöslegesen. Ilyen este 8:30 körül gurultunk vissza. Margit körül út, vagy az már Szent István, talán ugye továbbra is vidéki vagyok, és a felüljáró, a nyugati téri felüljáró alatt tudsz rákanyarodni a Váci útra, és ott két sáv van, kérlek szépen előttem állt egy autó, és aki szeretett volna sávot váltani, mellette egy Skoda Yeti-ben Lagzira rend, ne, dehogy nem felszívódott, mondom, hát várj, felszívódott, Galabos de az Galabos is elmondott. Nem, a rend egyik éberőre, tehát egy rendőrség is Skoda Yeti-ben ült több rendőr is, készenléti rendőrség, ez is oda volt írva. Igen. Szeretném elmondani neki, hogy szerintem, ha mondjuk beengedi maga elé azt az autót, aki egyébként a cipzár elv szerint ilyen tök normálisan kicsit betette az orrát, figyelj, én ilyet még nem láttam. Tehát és de mi volt? Mert én nem értem a sztorit, de én vagyok a hülye. Ne, két sáv van, a jobb sávba álltunk mi. Az mind a kettő kanyarodott, de az lezárták ezt a jobb sávot, és szeretett volna bemenni, ugye úgy, ahogy beszoktunk cipzárni. A szerint nem. A rendőr a másik sávban állt. Mi szerettünk volna átmenni az ő sávjába, és kitette az indexet a csávó, a rendőrünk abban a pillanatban, de nem de volt sem. De az, hogy ti nem te vezettél? Ő is kitette, meg én is kitettem, meg ebben a sávban mindenki. Azt hiszem, hogy te ültél kocsiba, és valaki indexelt, és ti szerettetek volna átmenni. Aha. De nem te indexeltél. Átvegyük még egyszer. Én mesélem rosszul biztos a történetet. Nem, próbálom, figyelj, igen. Érted? Tehát mi sávunk megszűnt, mert ott valami akadály volt benne, és szerettünk volna a cipzár elv szerint bemenni ide. És itt állt a rendőrautó a bal sávban, és elkezdett rámenni az előtte lévőre, és agresszívan, mint az állattán, még ki is ordibált, hogy te ide be nem jössz. Ne. Én ilyet... Mekkora egy büdös paraszt. És, na, így is van, és hogy pont azon gondolkodtam, hogy
ha az neki körülbelül 5 másodperc késlekedés, nem tudom, hogy hova tetszett sietni, kedves rendőr úr. Milyen kedves rendőr úr? Mi menjen a jó büdös fenébe, menjen nem? Hülye paraszt. Kedves rendőr úr? Hát most mi nem kell kedves rendőr úr az kedves, hova tetszett sietni, kedves rendőr úr, bácsi, tiszteletem, uram, másképp fejezem ki magam. Rohadjon meg az ilyen rendőr, mert neki pont az a feladata, igen, hogy példát mutasson, hogy beengedjen, és az legyen, hogy ti szépen megfékezik, ő nem siet, állampolgár pedig bemegy. Nem kedves rendőr úr, hülye bunkó az ilyen. Na, nem? Az állampolgár, igen. De komolyan mondom, tehát nem, szörnyű, én utálom, amikor rendőr ezt csinálja. Mit presztízsel egy rendőr? Hát nem az van, hogy ő megmutatja neked, hogy igen, jöjjön be. Ő van érted, kicsit, nem? Nem te vagy érte, hogy ott neki álljon versenyezni, és akkor ott kiszorítson téged gyerekkel, vagy kocsival, vagy rohanhatsz. Érted, ha nem szirénázik, akkor elvileg... Nem volt semmi megkülönböztető jelzés. Aztán később ott láttam vonulni nagyon sokat, annyira de már ők is mentek haza valószínűleg, tehát lejárt a tüntetés. Vagy és akkor kicsit belugtad az orrot, ő is kicsit előre ment. Kicsit belugtad, ő is kicsit előre. És ment rá az előtte állóra, aki egy picit megmozdult, azonnal egy centire ment. Tehát olyan volt, mint aki össze lett volna kötve a két kocsi, hogy ide te benne nem jössz. Én biztos, rakok a serpenyő másik fejébe is valamit. Jó is történt azért? Jó fejrendőr. Na. Igen. Jövünk haza, az egyébként kiváló az Utropolis című filmnek a megnézése után. Gyömrő jut, külső sávban autóbusz, mögötte rendőrautó, mi megjövünk szépen a belső sávban. Ahogy odaértünk a busznak a vonalában, abban a pillanatban a rendőrautó kivágott elénk a külsőből, a busz mögül, ne is rájött, hogy meg kéne előzni a buszt, de ő felemelte a kezét, és villantott többször is, és mutatta, hogy igen, én vagyok a hunyó, bocs. Na tessék. Jó fejrendőr. Hát ugyanazok voltak, csak addigra már megvilágosodtak. Tehát ott a Ferivel összevesztek, és rájöttek, hogy bunkó volt. Az jó fej. Nem, de tényleg azt már sokszor elmondtuk, hogy jók a tapasztalataink mostanában. Igen, jobbak a rendőrök. Egyre jobbak, és pont ezért volt annyira kellemetlen volt az egész sztori. Ott állt mindenki így nézett, hogy tesó, neked tényleg nem kéne presztizselni ebbe, hogy most beengedsz egy egyébként, ahogy mondtad, egy állampolgár, az a dolgot, hogy engedd be, meg segítsd egy kicsit a munkáját. És pont ezért volt, mert hogy az egyéb tapasztalat az meg kezd tök jó lenni. Fura volt. Átáll, hogy most mi van? Most sietsz? Vagy megbántod? Vagy beszólt egy esernyős? Igen, vagy miért nem? Igen, tehát az a pedagógus tüntetésről az egyik esernyős beszólt, hogy... Hú, gyerekek, mennyien voltak. Nagyos. Ja. Azt a mindenségit neki mennyien voltak azon a tüntetésen. Jó. Nem tudom, hogy ez a rendőr ott volt-e. Igen. Még egyszer jó egészséget kívánunk neki. A falat akadna a torkán az ilyen rendőrnek. De tényleg egyébként ezt tudom utálni. De hogy mennyien voltak a tüntetésen, az valami elképesztő. 10-15 csendben, kultúráltan, normálisan, hihetetlen jó volt látni. Általában, hogy ezek a tüntetések, ellentüntetések, ezek mindig ilyen valami kigyullad, egy macska, hogy felkerül, egy kuka felborul, és kopaszok jelennek meg. Túlvezérek nyugdíjasok ütik egymást. Igen. És a Gyurcsány, nem látok! Igen, és a Gyurcsány való egyedül szónokol, tudod. De hogy most ez annyira, úgy mondom, hogy jó volt látni, hogy tényleg kulturáltan sokan vonultak, és valami elképesztő tömeg. Az meg van, hogy a nemes jelenség megkapták a Kossuth díjat, és azzal, úgy, ahogy van azzal, még szinte kiset csomagolták, kivonultak a Kossuth térre megnézni a Röriggel, hogy... Érted, azt ha már arra mész hazafelé, akkor ott végig is. Arra megnézték, hogy mi történt, és kimentek gyorsan a friss Kossuth díjukkal, hogy akkor megnézzék, hogy akkor most a tanárok mit alkotnak, de valami hihetetlen tömeg volt, elképesztő. Elképesztő. Mi tegnap elkerültük a város, nem is nagyon mozogtunk, mert vendégeskedés volt nálunk, de hát valami elképesztő. Elképesztő embertömeg. Hihetetlen. Ja. De mondjuk a hétvége tömegrendezvénye mégis inkább a Csepel FTC 2 mérkőzés volt, ahol 10.125 fizető vendég volt. Azt láttam, elmentek. Azért, ne, hát elmentek a fradisták Csepelre. Így is lehet mondani. Egyébként hát volt olyan játékos, aki például el is sírta magát, mert ennyi nézőt még a pálya szélén nem látott szurkolni. Visszaszaladt az őrvizetőbe. Hát egy kicsit jeleztek így a nagy Fradinak, meg a Fradi jelenlegi vezetőségének. Ja, hogy ők elmennének. Hogy így van, meccsre, igen, és akkor egy elmentek a FTC 2-nek a meccsére, mondjuk kikaptak, de ettől függetlenül picivel többen voltak, mint a teljes NB1-es 24. fordulóban, ahol 9714. Mi az, hogy Csepel egy, meg Vasas egy és FTC 2? Hát hogy van nekik dupla csapatuk? Vagy mi az, hogy FTC 2? Ez mi? NB2? Vagy mi? Igen. Ja, és NB2? Igen. És ők főjöttek az NB1-be, akkor a Fradi indít egy másik csapatot NB2-be?
Mi a nem, ez van, tehát ez egy persze, tehát ez benne van a pakliban, tehát van a fővárosi csapat, Fradi... NB1-es, NB2-es, NB3-as csapata is, tehát ebben. Igen, miért nem úgy vagy, van a Fradi, aki az NB2-be, ha följut, akkor játszik az NB1-be, de akkor nem de indul az NB1-be. Van nagy csapat. Hát, de és ha visszaesik az NB2-be, akkor két Fradi játszik egymás ellen? Nagyon jó. Nagyon jó a felvetés. Na? Nem, valószínűleg miért? Nem, mert hát a két licencet nem kaphat ugyanaz a csapat. És akkor, hogy? Akkor hogy van? Akkor 42 játékos lesz a NB2-ben játszik a Fradi 2. NB1, mikor Fradi kibukik az NB1-ből volt, akkor Fradi 2, Fradi 1 valahol megmérkőzik az NB2-ben. Nem ártott volna, mert ez már másik téma. De nem csak kérdezem, hát most csak a Fradi 2 játszik a Csepel 1-jel? Vagy a Csepel 2 játszik a Vasas 1-jel? Mindenkinek dupla csapata van? Hogy van ez? Hát eddig nem így volt, eddig úgy volt, hogy a Fradi kiesett az NB1-ből, akkor eljátszott az NB2-be. Mi ez a Fradi 2? Hát ez a... De ki költ? NB2-es Fradi. Hát az NB2-es Fradi. Hogy? A Fradi nem lehet az NB2-be, a Fradi fönn van az NB1-be. Őnek nem lehetnek az NB2-be. De ez az FTC2. De az mi? Hát van egy másodosztályú csapata is. De menő, ezeknek ennyi mindenük van. Hát most... Apá! Bocs. Nem, megvan. Azt kell megfejteni, hol játszik a Csepel, mert akkor tudjuk, hol játszik a Fradi 2. Hát az NB2-ben. És ha kiesik a Fradi az NB1-ből? Nagyon jó kérdés. Akkor a Fradi 1 is Fradi 2 lesz, és akkor lesz két Fradi. Igen, de idegenbe játszak. Nem játszhatják hazai pálya, igen, hogy ne lejtsen a hazai pálya. Ezért nincs a Grupama Arénában Fradi 1 kontra Fradi 2. Ezek teljesen hétköznapi kérdések egy olyan embertől, akik nem értenek a futballhoz, mint én. Igen. De úgy látom, nem tudjátok hogy egyértelműen megválaszolni. Egyedül ebben. Sőt, jobbat mondok, ez valójában az NB3. Na, igen? Na, ne. Aha. Tehát a Fradi 2 az NB3-ban van. Uh-huh. Megírták. Valaki elküldte. Hát bízunk benne. Nem, megnéztem a nemzeti sportolmányomban. Azért mondom, a Csepel NB2-ben az lehet, hogy ott nincsen. Túl jó lenne. De ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket, ahogy szokták mondani, tehát hogy a lényeg mégiscsak az, hogy üzentek. Hogy sokan voltak. Igen, sokan voltak. Valami vidám is történt? Velünk jó volt? Azért jó, jól éreztetek. De az jó van. Más. Hát azt már most jó van. Minek mondjuk. Csak kicsit morogtunk ideggel. Jó van. A szemétrendőr, meg a sok fradista. Jól van. Nem kaptam Kossuth díjat. Uh-huh. Nagyon vártuk nem. Pedig mi is, nem. Hogy te megkapod. Én csak jelzem. Én csak minden éve elmondom, hogy jelzem, hogy megint nem. De... nem. Mert azt hiszem, azért kell hozzá egy kor. Még várják. Ez az, ami hát nagyon szomorú. Hát ebben az esetben nem, nagyon mert szomorú. Ugye a Rörigékere most rácáfolta hát elég erőteljesen. Ő egyébként nekem számomra nagyon szimpatikus módon ezt el is mondta, hogy ő egy picit hiányolja az ívet a pályafutásából. Ő nagyon megtisztelőnek érzi, és nagyon tetszik neki, és egyáltalán is köszönjük szépen, de azért picit fura neki, hogy ott áll egyébként Lukács színművész úrral. Nekem nem lett volna fura, én átvettem volna. Már ők is átvették, csak mondom, hogy egyre jelzem. De beszéddel készültél? Nem, mert elvileg te már tudod, hogy megkapod. Hát nem otthonról hívnak. De biztos, hogy kérdőd, kivitted a játszótér a farzsebedben. Igen. Ha menni kell, menni kell. Leporolgattam a sztoridíjakat, csináltam mellettük egy kis helyet, és azt mondtam, hogy jöhetsz. Hogy ha valaminek jöhetsz, jönni kell, az most legyen. De egyelőre nem hívtak, úgyhogy csak jelzem. Én értem, hogy mindig idősek kapják meg azok, akik már finoman szólva ugye kifelé mennek az életből, kivéve mondjuk most a Saufi alkotói, de át tudtad volna venni. Gyerekek, azért ezt fiatalok is át tudják venni, de ne legyenek kétségeik azoknak, akik adják, hogy én nem megyek el, nem tudok szépen fölöltözni, szép beszédet mondani. Te csak szerinted, mondom, én csak jelzem. Szerinted, csak jelzem. De a saját megítélésed alapján a Balázsról annak idején ez előrelépés volt a Kossuth díj felé, nem, vagy vissza kettő? Nem a Balázsról van itt szó, hanem arról, hogy az ország szórakoztatása, a humor, a jobbkedvedelítés az ugyanolyan fontos, mint egy komoly film. A humor az egy nagyon fontos kategóriája lehetne a Kossuth díjnak, mert az embereket megnevettetni akár egy rádióműsorral, vagy akár sok-sok televízióműsorral, emberek milliói néznek, ülnek le és választanak. Hát az... Akkor az ágyére, igen. Szórakoztatás, mint műfajt, ne nézzük le. Nem? És az idei Kossuth díjasok, Tordjai József, Sebestyén Balázs, Sas József. A legnagyobb hármas mi? Jó, én csak finoman jelzem, hogy nem haragszom. Nem haragszom. Szerintem. De itt vagyok. Az a kormány még nem állt össze, akireket gossodítat. Csak jelzem, hogy én itt vagyok. Nem kell ezt magatokra venni, csak jeleztem, hogy... Hát nem is mi hagyjuk. El tudok menni. Én. Át tudom most menni, fel tudok szépen öltözni. Levágom a kis körmeimet, megcsem a hajamat, és ott tudok lenni. Úgyhogy... Hát ezen a hajom most van dolgozni. Most lehet, hogy a jelölőbizottság egyik tagja most így be is telefonál. Marika, a jövő lista aljára, írjátok már ezt a Balást, jó? Melyik Balást? Balást? A Sebestyén. De a Fecó már kapott. Nem, 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 nem. Kettőt kap. Jövőre is kap a Fecó.
Na, mi van Lajcsival? Azt mondjátok meg nekem, mi van Lajcsival? Állítólag felszívódott Lajcsi, most olvasom a Blikben, kipakolta a kecót. Na most a kecó az egy ugye birtok. Elment Mexikóba. Mexikóba. Több kamion is beállt, és szemtanúk szerint a hátsó kapunk mentek. Akkor nem bizerre mentek, ott nagyon sokat kell fizetni. Plusz fogyászér, akkor az valami nagyobb járat lehet. És hogy mond, hogy léptek meg? Föld alatti járat, kis motor. Na de várj, de miért mentek Mexikóba? Hát nincs kiadatás a két ország egy jó között. Tortillát. Ez az egyik. Vagy pedig szeretik a takot. Nagyon szeretik az enchilát. Egy jó takot állért. Lajcsi imádja a kaszadíjat. De most ez nem valami ilyen bulváros túlzás, hogy Lajcsi elmenekült Mexikóba, az ember nem mehet el nyaralni? De elmehet. Elmehet, azt mondta egy héttel ezelőtt, hogy Olaszországba, Milánóba mennek. Na most Milánó meg Mexikó nem olyan nagy tévedés. Uh-huh. És Milánóba én akartam menni a hétvégén. Igen, csak a gyerek beteg lett, és aztán változtatott a programot. Lehet, hogy követ engem. De ti is Mexikóba. Mexikóba ugratottuk át. Ha nincs meg Lajcsi, honnan tudják, hogy Mexikóban van? Mert látták. Ma ezek tök hétfőzászok. Látták. Olvasói riporter. Olvasói riporter, mint Csicsenyicába feljelentette, mert látták már egy trombitával a kezébe a csicsenyicai piramisok tetején. Így van, le volt éveli egy szombléró, és egy poncsóban játszott egy bályokháznak a szélén. És nagyon tetszett a helyeknek. Na de Mexikóval, ha nincs kiadatás, akkor ez azt jelenti, hogy Lajcsi elmenekült? Az egész családdal? Azt hittem, Lajcsi nem tud elbújni, hát Lajcsit megtalálják. Hát de onnan nem. Ott ja, hiába nem találják meg. Hát ott hiába mondja a magyar állam, vagy a magyar nem tudom kicsoda, hogy már pedig adják ki Lagzi Lajcsit. Onnan nem lehet. Azt mondják, hogy nem adjuk. Minek adnánk? Még spanyol a Galambos, azt értik? Ja, Galambos. Nem, azt értik. Galambos, Galambos. Hát az Lajos Galambos. Szerintem a spanyol egyébként simán megy. Lajos Galambos. Kézzel, jöjjön ki a házból, Galambos. Lajos Galambos. Por favor, rossz dos pizzos, szerendelos. Minden ellenállos, értelmetlenos. Feltetkezos, kilépházos. Kedves feleségos, nem megiasztos. Galambos. Nachos, nachos. Szóval, hogy elmenekült Mexikóba. Amerikában látták. Tételezzük fel. Megbuherálos, gázolos. Mexikos, not lopos, villanyos. Tételezzük fel, én még mindig azt feltételezem, hogy szerintem egyébként ártatlan. Tehát én Lajcsi mellett vagyok. Most beküldöd osz, vizsorra leolvaszosz. Dos kutyos, velusz, nagyon harapos. Hátul nem elfotosz. Lövosz. Hátul is figyelosz, hátszóhajtosz. Nem elfutosz. Sortizosz. Ja, Istenem, elmondom az újságot, gyerekek, mert most már komolyan mondom, már most már olyan jó lenne, ha valami kiderülne a Lajcsiról. Amerikát távozott zenész felszívódott, távozott zenész, a szomszédhoz hátszó kaposz keresztosz érkeztek a cuccosz kamionosz. Tehát elvitték a cuccait kamionnal? Minden kamion odállt, és elvitték Lajcsi cuccait. Hova, Mexikóba? Hát nem lehet, hogy Lajcsi egyébként nyaral, és közben a Blik csak azt fotózta, hogy betörnek Lajcsiékhoz? Nem lehet. Mindent elvittek. Lajcsi, olvassa költöznek. Most költöznek el, menekülnek országból. Nem, csak kiraboltak a házat. Három csukás csávó, meg én betörni kétül a Lajcsiékhoz, tudod. És benne van a készenlét. Mindenki csukjában volt. Tényleg a tekesek, most pakolják, Lajcsi, hülye, betörnek. Ja, és sem. Olyan jó lenne, hogy ha kiderülne, hogy mi ez az egész ügy Lajcsival kapcsolatban. Akkor itt volt nálunk, ugye nagyon kedveljük, megszáson kívül is nagyon érdekes dolgokat mondott, amiről mi soha nem beszélhetünk adásban, de azért elmondott egy-két dolgot nekünk, hogy itt ki és mi és hogyan van a háttérben, de ha most ő tényleg elment az egész családjával Mexikóba ráadásul, az érdekes. Hát az meg érdekes. Akkor az, amit gondolsz erről az esetről, akkor már lehet, hogy nem úgy van. Nem? Hát, hogyha elment, hát, akkor... Ha elmész, akkor viszont azért kell menned, mert akkor nem. Igen, akkor valami történt, nem? Vagy ja. Akkor lehet, hogy visz, nem tudom. Na mindegy. Hát így alakult. Így alakulosz. Így alakulosz, Mexikos, Galambos. Not Doridos, El Doridos. El Doridos. No trombitos, no trombitos. Ja, Istenem. Jaj, de jó, egy kicsit nevetni, gyerekek. Úristen. Na jó, oké.
Lajcsi döntése logikus, a mariachi jobban fizet, mint a tárító. Tehát az, lehet egyébként, hogy már valahol Cancúnban tényleg egy szállodában Lajcsi már iszonyatosan trombitál a kontinentális reggeli. Igen, ott és a bal kezéről a sót jobbkal pedig beborítja tekint. Telefonálják oda a mexikai nagykövetségre, hogy kértek-e, hogy kértek-e mentelmi jogot. Good morning, os, mentami, jogos, dos galambos, laios. Amigos, dos amigos, dos mentami, jogos. Good morning, os, amigos. Itt a morning sauce. Dos amigos, balázos, mentami, jogos. Felosianos. Ja, Istenem, ne jól van. Oké, hát elmaradt ma az ismétlés, de ez annak is köszönhető, hogy régen voltunk, szerintem nem bánjátok, régen találkoztunk, van mit megbeszélni, úgyhogy Ákos elmondja a legfrissebb hírosz, Ákos legfrissebb hírosz, és utána jövünk, játékosz, rövidhetosz, figyelosz, gyorsan kikaposz, hazamehosz. Na, vamos. Vamos, csikosz. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Laci volt Svájcban, és hozott csokit. De aranyos. Nálam lett át. Nem egy nagy doboz mondjuk, de köszi Laci. Nyolcunknak? Ne, hát egészen kitett magáért. De kedves gesztus, úgyhogy mindenféle kis apró kicsi svájci csoki van nálam. Ez a, de beismerte. Van, nem szívánc, már repülőre. Most legalább hozott. Ezt egyszer fel kell vállalni. Gyerekek, még mindig pont egy doboz csokival több, mint amit én hozok. Például bárhonnan. Tehát, hogy szó nem érheti, ázélét van bennem. Ilyen tejcsoki, sötét, dark, mi az? Sötét. Milyen csoki? Több színűen, mert keserű. Keserű, így van, meg magyaros, meg ét, minden van benne. Úgyhogy legyetek, jó? De ne sokat, mert gyereknek is akarok vinni. Na, nagyon kipihentem magam a hétvégén, úgyhogy figyeljetek, mert nagyon érezzük, nagyon éles vagy, és nem penge vagy. Nagyon hasítasz. Nagyon penge. Kicsit sértett a kosudi miatt, de nagyon, nagyon majd penge. Majd idővel. Idővel? Persze. Jó, gyerekek. Az egyik elényem a türelmesség, úgyhogy ezzel nincs baj, tudok verni. Na, megnézzük ki a hét első játékosak, aki egyben egyébként már a hét közepén ugye játszik velünk, hiszen szerda van, és összesen 3-at játszunk, úgyhogy minden győzelemre komoly szükség van, megnézzük már is ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, szervusztok! Szia, jó reggelt! Hello, Anikó! Anikó! Sziasztok, Anikó, igen. Honnan hívtál minket, Anikó? Sarkadról. No. Ha már itt tegező viszonyra vagyunk, Sarkadról. Hát tudod, mi mindenkivel tegeződünk. Igen. Tudom, már nem azért, hanem erről egy sztori volt, általános iskolás voltam, és cukorgyárakról tanultunk. Hát ez annó, nem akarom mondani, hány évvel ezelőtt, és fel kellett sorolnom a cukorgyárakat, és mondtam a tanárnak, hogy Sarkad. És mondta, hogy nem tegeződünk, amikor nem tegeződünk. Milyen jó, hogy a pedagógusi pályát választotta, ugye? És nem mondja humorista. Igen. Anikó, kivel játszaná? Ferivel. Nagyon jó választás. Ja, az én vagyok. Földi. Ja, persze. Hát, igen, ezért gondoltam őre. Benneteket is szeretlek, mindegyiköteket szeretem. Persze, nem baj. Nem is kell. Akit gondolsz, nem is nagyon kell emiatt szabadkozni. Miért őt, vagy miért kis választ. Akit szeretnél. Legközelebb nem játszol. Ennyi, hogy érted. Megnyered, megfúrjuk az ajándékcsomagot, de nem baj. Érted, elcsalom a felét az időnek. Lehet velünk nem játszani, csak van a következő. Jó, akkor mindegy. 50 másodpercről indulunk. Na, indítjuk az órát, Janim. 3, 2, 1, fire! Mivel foglalkozol, Anikó? Szép reggelt, Feri, szerbusz. Jó reggelt. Én itt Sarkadon házi gondozásban dolgozom. Te vagy házi gondozásban? Házi gondozásban. Én gondozok. Tehát én nekem ez a foglalkozásom, felnőtt szakápoló vagyok, és házi gondozásban, tehát én gondozok. Egy emberrel vagy? Hát több emberrel vagyok. Ezt most nem szeretném mondani hány emberrel. Jó, ezt most nem szeretném mondani hány emberrel, sajnos. Bizony, a nevet. Igen, és hát nem is akartam én rákérdezni se, hogy több, mennyivel vagy...
Igen, ott volt, hogy ezt most, amit Jani is mondott, ezt most nem is nagyon szeretném mondani. Igen. Igen, igen. Jó. De kár volt. Gratulálok, Feri. Köszönöm, Anik. Drága. Pedig jól indultál, és ügyesen kerülgetted az elején a csapdákat, csak aztán hát ez így nagyon nehéz, tényleg valóban másmikor hallgatom, és másmikor veletek beszélek. Bocsi, de örülök, hogy hallottam a hangotokat, így teljesen mások vagytok telefonon keresztül. Nagyon szép napot nektek, és köszönöm a lehetőséget. Hát nagyon drága vagy. Nagyon szívesen. Szépen. Puszi neked. Szia. Puszi nektek is. Sziasztok. Ciao, hello. Puszi, sziasztok. Kicsit szomorú lett, nem? Igen. Ez az! Ennyi, gyerekek, kell a győzelem. Zsűr, vetessük el magunk elől ezt a csokit, mert 8-as cukrunk lesz. Én már fél szememre kezdek megvakulni, jön a zöld hájogom, és üszkösödik a lábam, gyerekek. 26-os a cukrom konkrétan. 4 maroknyit megettem ebből. Senki más nem? De azt látom, hogy egyébként hogy repül rá a patalókra. Igen, a Zsűr csak itt tolja be egymás után. Most eltűnt egy kis fehér csoki a szájában, nem sok, egy 25-28 deka. Szerintem nem szabad azzal megbántani valakit, hogy ajándékot hoz, és nem fogadod, és nem kóstolod meg. Hát azonnal rá kell menni. A legérzékenyebb közülünk egyértelműen a Laci. M2-es Gödi lehajtótól Pest felé áll. Trafén 86-os főutó János Somorja és Hanság Liget között. Ezt Gábor küldte nekünk. Az Ajkai benzinkútnál mérnek. Balatonfüreden a Selkút előtti hajny felől szintén mérnek, valamint Győrúj falun ezüst Skodából drága fotók készülnek. Lajcsikosz, elbújdokosz, Mertosz, házibulusz, Attilakosz, elhúzosz, notakosz. Érte nekünk valaki, köszönjük szépen. Balázs, én díjazlak, Kossuth Mihály. Köszönöm szépen. Igen, én díjazlak, így van, ez nagyon jól esik. Na, drága hallgatók, meghallgatjuk újra a híreket, jó? Aztán jövünk vissza. Ha valakinek van ötlete, én azért elolvastam ezt a Blikk cikket, és ez elég elősen úgy van megírva, mintha Lajcsi Lajos menekülne egyébként Mexikóba, ezt szerintem nyaralni mentek. Lajcsi Lajos. Lajcsi Lajos. Nem. Hiába akarja, hogy az újság eladni, egyszerűen csak nyaralni mentek. De ha valakinek van ötlete, hogy mit csinál Lajos Mexikóban, írjátok meg nekünk. Mi a kreatív megoldásokra mindig nyitottak vagyunk. Ugye egy bulvárlap elhozta, hogy titokban pakolták ki Lajcsi birtokát, Lajcsit közben pedig Mexikóban látták. Milyen érdekes, hogyha valaki elmegy nyaralni, és összecsomagol, arra nem hívja ki a sajtok, nem? Titokban csomagoltak. Na jó, de ki onnan nem mész Mexikóba nyaralni. Igen, flip-flop a bucsokat, csak nehogy meghallja valaki. Mit csinál Lajcsi? Jó, írjátok meg nekünk. 5 perc a 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Csonka 7 és csonka pici. Egy csonka pici 7. Hát, csonka pici hetünk van. Tényleg, ez jó, csonka pici 7. Ez egy csonka pici. Csonka pici hetünk van, csak szerdán kezdünk, pénteken végzünk, és hát is sokkal nem sokkal rossz, jobb. Nem rossz. Mindenkinek a kedve, nem kell ezt az unott hétfőt végig csinálni, hanem valahogy szerdán már tényleg egyből jobban belendül a heted. Mindig így kellene kezdeni. Aztán lehet, hogy hétfőig kéne dolgozni, nem tudom. De elmúlna a hétfői játok. Így szerdán sokkal könnyebb minden, nem? A jövő hetünk lesz csak teljes hét, aztán meg megint jön egy... Így van, aztán húsvét. Húsvét sorunk belőle. Jó, húsvét, így van. Fincsi az. Egy jó kis Bon Jovi írta valaki. Hát, igen. Várj csak az lett volna. Egyébként jó Ricky Martint, vagy Lost Lobost. Lost Lobost. Jobban szeretném. Lost Lobost, amigos. Igen. Hát a Lajcsi fantáziája mindenkinek megmozgatta a fantáziáját, Lajcsi, mert ugye egy napilap szerint ők elköltöztek egészen Mexikóig, és hát nincs másról szó szerintem, mint egyébként a galambos család kipiheni a az utóbbi fél évet, és elmentek egy kicsit nyaralni. De hogy kamionok lepték el a birtokot. Mennyiségű váltóruhát vittek magukkal. Igen. Hát igen. Na? Hogy miért voltak a birtok előtt ugye kamionok? Ez egy jó kérdés. A bulvárlap ugye összetette, hogy már költöznek. Szökik Lajcsi. Nagyjából erről szól a cikk, hát ezt így nem mondják ki. A kertek alatt. Ott fut Lajcsi. Igen. Na végre hallgatlak titeket, egy magányos driver, Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen.
Jó reggelt, M7-es Balatonfüred, enyhik lehajtónál matrica kontroll, enyhe torlódás, Gedővé küldte nekünk. Mérnek Kiskunmajsai temetőnél, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Most pakol a hatóság az M0-as 58-as kilométerénél a felüljárón, trafival, úgyhogy vigyázzatok. Trafi van az M0-as a Budapest felé, a szokásos helyen mérnek a felüljáróról a Kistarcsai lehajtó előtt. Gianni küldte nekünk. M0-as Csömör felé a Cinkotai kihajtó előtt szintén mérnek, ez szerintem az előző, amit olvastam a hídról. Valamint azt nézem, hogy nincs más. Hétvégén Ausztriában is jártam, és azért meg kell nyugtassak mindenkit, hogy ők is tudnak... Ja, ez már nem SMS. Tessék? Mm-hmm. Nem, ez már nem SMS. Ők is tudnak hülyén sövény írni. Tehát képzeljétek el, és akkor mindig kicsit megnyugszom, hogy jól van, azért nem csak a magyar fejekben van a hiba. Úgy nyírták a sövényt, hogy okoztak egy 8 kilométeres dugót, de tényleg egy 3-4 órát álltunk, és egy autó, kicsi sávszűkítés, egy ember áll az autó előtt, és ami távirányítós markolóval így, éppen gazoltak az A2, hogy zárj, nem tudom. Sövényvágóval, igen, ami ennyi markoló feje volt, tehát valami sövényt úgy gyomláltak, hogy markolóval szedték ki. De ilyen horror dugó, olyan dugó, és azt hittem, hogy valami 4 busz, 3 kocsi, tudod, iszonyat lezárás, semmi. Egy csávó egy állt, sár, és sövény nyílt. És egy csávó állt, és egy ilyen markolóval ott valami pucolt, tudod, talált valamilyen... Ne felejtsd el, hogy nagyon sok honfitársunk dolgozik Ausztriában. Igen. Tehát lehet, hogy azt mi csináltuk. Ja, lehet, ezt mi okoztuk ezt a dugót. Igen. Nem, egyrészt bosszankodik az ember, hogy miért kell plusz egy órát autóban tölteni, aztán rájön ugye, hogy ez nekik igazából nem ünnep, csak egy sima hétköznap, mert itt hétköznap voltunk. És dacból csinálják. De kicsit meg is nyugszom, hogy dacból. Jól van, na ez azért nem csak nálunk van így, hogy egy 6 kilométeres dugó, és azt látod, hogy két munkás ember beszélget valahol az M5-ös szélén, hanem ez ugyanúgy az osztrákok is megcsinálják. Ez megnyugtató. Nem szabad elfelejteni. Persze, direkt csinálják. Nagyon jól tudják, hogy ez mennyire fontos nekünk, és dacból nem ünnepelnek. Nincsen mert semmiféle kollegalitás, pedig ők is benne voltak vastagon. Ugye, és tudták, hogy akkor biztos, hogy nagyon vagyok. Sokan mennek ki vásárolni egy kis kirándulást. Na lesztek magyarok, akkor most az A2 nyírunk. Nagyon sokan menne voltak, igen, és most és azt mondják, hogy akkor most a bozótot nekik. Bozótot. Nyírunk nekik bozótot, visszakapjuk, és akkor most megakadályozták az arra felé irányuló magyar forgalmat. Na. Azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, hogy mit csinálhat Lajos Mexikóban. Ugye ez volt a kérdés. Így van. Mit csinálhat Lajos Mexikóban? Valahol a távoli Mexikóban megszólal egy denevér, Pedro, hoztál nekem zenés vacsorát? Kérdezi valaki, ugye ez a macskafogó. Energetikai szaktanácsadói állást fúvós képesítéssel keres, ez Marci küldte nekünk. Azt mondja, hogy úgy hallott a Mexikóban egy mariachi zenekar trombitást keres. Igen. A mexikai drogkártel magához szólított a Lajcsit, mert személyesen a mestertől szeretnének találni. Rencsi küldte nekünk. Lajcsi látta a macskafogót, ezért gondolat, hogy sikeresek Mexikóban a kövér trombitás. Nem is kövér Lajcsi, egyébként szegényként egy csomót lefogyott. Most már fogyott. Igen. Itt volt nálunk egy pár hete, és hát igen. Hát ezért is van fogyott, a zavarba. Hát lefogyott. Hát a hónapok alatt. Jó, de nyilván ezért is lesznek majd zavaró, amikor majd találkoznak vele Mexikóban. Lustadi? Igen. Mit mond Lajcsi a mexikai határnál? Szervusz, itt a Dáridoz. Itt a Dáridoz. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát ez csak reagálva. Marcsika nem ott van a... Milyen Marcsi ment oda? Mediátor Marcsika? Mediátor Marcsikáról, nem Marcikos. Azt mondta. Brokeros Marcsikos, Mexikos, Pihenos, Hosszú Idosz, Szemlehunyosz, Föl nem kell osz. Elkölt osz, de losz. Szerintem társasz házba bealapoz. Soha haza nem tér osz. Nagyon mérkosz, ember osz, haragszosz, Marcikos. Én szerintem Marcsika már nem, nincs az élők sorában. Én szerintem nincs. Vagy valahol azt nem mondod. Tudom. Barbadoszom, hogy Venezuelában mulatja az időt. Lajos névem. Átműtetve. Kummediátor Lajos. Nem hiszem, hogy Kun a Kummediátort megtartottam ezeket a névre. Tudod, csak Kun. Kum. Lajos Kun. És akkor, ha te számüzetésbe vonulsz valahova,
Meg egy olyan országon nincs kiadatási egyezmény, akkor ott te jössz, mész nyugodtan, vagy ott is bujkálnod kell? Hogy van? Jössz, mész nyugodtan, hát nincs, aki kiadjon. Oda nem mehetsz, tehát a magyar rendőrség, vagy nem tudom ki, nem hozhat el téged onnan. Tehát ott téged nem lehet elfogni. Na még nézzük egy dél-amerikai államot. Mondjatok egyet. Mondjuk, jó, Norvégia. Bolívia. Így van, köszönöm, Norvégia. Vagy Norvégia. Ez a kettő. Én mondjuk ellopok tőletek egy csomó pénzt. Igen. Aha. Most gondolkozunk egy kicsit hangosan. Ellopok tőletek egy csomó pénzt. Ti kerestek engem. Kerestetek a rendőrséggel. Én elmegyek mondjuk, nem tudom, Bolíviába. És akkor én Bolíviába az arcotokba röhögve sétálhatok, vagy azért a bolíviai rendőrség a magyar rendőrség felhívására ugyanúgy keres, csak ha megtalál, nem ad ki, de azért engem Bolíviába ettől függetlenül üldöznek? Ha van vagy egy én Bolíviába nyugodtan beülhetek egy internetkafébe, és küldhetek nektek képeket, hogy itt vagyok, halljatok meg! És lengetem a pénzeteket. Vagy pedig még engem, ha köröznek, igen. Tehát, hogyha van egy Interpol körözés, akkor nekik is együtt kell működniük. De utána megfognak, de nem adnak ki. Ott töltöd le, ha a börtönbe csuknak, mondjuk. Na, ez jó kérdés. Ez jó kérdés. Szerintem az is számít, hogy az ő törvények alapján te bűnözőnek számítasz-e. Uh-huh. És jó, szerintem akkor egy dél-amerikai országban nem tudsz annyit ellopni. Akkor nem pénzt, a pénzlopás nem számít. Akkor nem, akkor annyit loptak téged. Mit? Akkor kinyírt téged a Balázs. Tehát nem a engem? Hát engem nem nyírhatsz. Aha, várjál, akkor azért hogy kerestessem, ha meghal? Ja, ez nem jó. Akkor igen, szerintem gyilkosság esetében ki kell, hogy adjanak. Ki kell, hogy adjanak? Szerintem nem, hát ha nincs kiadatás, akkor nem adnak ki semmiképpen. Ezért megkockáztatom örülni neki, hogy itthon kellene letölteni a büntetésed, és nem egy dél-amerikai börtönben. Nem szívesen mennék oda, csak azt kérdezem, hogy akkor nekem ott is rejtőzködnöm kell, vagy akkor én ott nyugodtan jöhetek, mehetek, és nem kell attól félnem, hogy ti megtaláltok. Tehát például ti rám tudtok küldeni egy bérgyilkost, nem? Hát az, de az bárhol, ahhoz nem kell kiadatási engedély. De csak mondom, hogy ti azért engem el tudtok tenni lábalól. Hogy a fenében? Csak nem tudtok hazahozni. Persze, ne, hogy ellopjál tőlünk. Rosszul jársz, hogy csinál. Rosszul jársz, tesz a nagyon. És most, ha Marcsika ott van, akkor Marcsika álbajuszban rejtőzködve valahol ő megy tejet venni, úgyhogy közben ő elváltoztatja az arcát, és ő elment egy placikai sebészhez Venezuelába, átütette magát, és ő ott éldegél. Persze, és négy lefittyed a műbajusz, próbálja föltenni. De most annál kicsit mondjuk jobbat csináltak, és nyomkodja a péknél, tudod, a műbajusz. 2 kiló kenyeret kerek szépen, meg flopácsnit, meg egy flepucsnit, és akkor kicsit nyomkodja. A ilyes mi a? Flopácski. Na. Láttátok a Porsche ellopós videót? Láttuk. Nagyon durva. Nagyon durva, és szeretnénk megkérni már most azok jelentkezését, akik értenek az autókhoz, hogy magyarázzák el nekünk laikusoknak, hogy lopják el az autónkat. Erről szeretnénk egy kicsit beszélni. És hogyha látjátok, írjátok, hogy mindenképpen most a Vikinek nincsen bevásárlókocsija. Ez a másik, mert hogy Vikinek lopatnék egy kocsit, arra gondolsz? Nem, hogy ez volt a Viki. Ja? Nem, a mi autónkat ne lopjátok el lehetőleg. De ha kérhetjük, Réci, ne lopjátok el. Ugye, biztos sokan nem látták a videót, tehát mondom, hogy miről van szó. Azt látjuk, hogy hát a bámulatos, nem tudom, hogy jó szó-e, de valóban ezt lehet használni, bámulatos gyorsasággal lopnak el egy pár Porsche Cayenne-t a fővárosban, mégpedig a 6. kerületből. És a térfigyelő kamerán az látszik ezen a kis videón, biztos sokan megnézték a hosszú hétvégén, hogy két egyébként baromi jól öltözött, elegáns férfi ugye sétálgat az autó mellett, az egyik elmegy a kocsi mellett, a másik oda megy az autóhoz, és valamit csinál az autó mögött, amit nekem nem sikerült megfejtenem. Odalép az autó csomagtartóhoz, ott valamit, nem tudom, guzmizik, biztos berakja a hűtött dinnyét. Hát csak nem, a demáciusban csak az. Nem, megnézi, hogy megvan elég az rakadás érző árusz. Igen, megnézi, hogy kim van-e a vonóra. Van, hol van szemelő. Majd a következő pillanatban azt látod, hogy beszáll az autóba, és elhajt. Uh-huh. És ahogy beszáll az autóba, azonnal indítja az autót, ráadja a reflektort, a tompítottat, hogy mit tudom én, és elindul az autóval. Kérdezem én, laikus autótulajdonosként, mert mindenki félti az autóját szerintem, nem akarok, hogy így vigyék el. Kezdő autótól vagy. Kezdő autótól vagy, vagy laikus autótulajdonosként. Hogy tudtak egy Porsche Cayenne-t így elvinni néhány másodperc alatt?
És akkor van egy csomó minden, ami a legendák közé tartozik, és van, ami nyilván a realitás. Nézzük a legegyszerűbbet. Nézzük a legegyszerűbbet. Te a saját kulcsába. Jó, induljunk el a legegyszerűbb. A legegyszerűbb, hogy a saját kulcsával vitték el az autót, mert egy szórakozóján találkoztak a gazdival, és ellopták tőle a kulcsot, utána kiment az illető a kulccsal, rányomott egyet, egyébként lehet is látni, hogy felvillan az autónak, egyszerre szépen a négy lámpácskája, hátul pedig ő lecsekkolta, hogy ugye kinyílt tényleg az autó, kinyitotta a csomagtartót, visszacsukta, beült, aztán a saját kulcsával. Mi a franc? Az autótól vagy rányomja a kulcsot, nyílik, ó, nem nézem meg, és nem ülök be egyből, először csekkolom a csomagtartót, hogy kinyílte az ajtó, ez reális. Tud-e menekülni, ha elkapná valaki, hogy hátul? Tehát miért kell? Hajtól vagy én odállok a vezetőülés mellé. Megvan, kész, beültem, már megyek is. Nem? Ugye? Igen. Fütyülsz a társadnak? Igen. De így, mintha érted a távirányító lennék. Nem, fütyülös tuszkulcsod van. És így találod meg a tuszkulcsot, tapsot. Igen. És egy álmatlanságban szenvedő Rigó a közeli fáról visszafütyül. Tényleg, drága, nálunk az autókkal sokkal jobban értő hallgatóink, telefonáljatok nekünk 555-55-00, mondjátok el, hogy mi. Mondom én az elméleteket, hogy miket hallottam barátoktól, ismerősöktől, mert mi is megkitaláltuk ezt a videót. Az első elmélet, az szerintem egy kicsit lerágott csont, de mondjuk el, bemész a szakszervízbe, iszol egy kávét, lemásolják a kulcsodat. Ez régen volt. A tükör mögé rejtik a pótkulcsot, másolt kulcsot, te kiszállsz, elviszed a szakszervízbe, leteszed az autót, követnek, ott van a kezükben a pótkulcs, elviszik. De azért egy pótkulcs azért az nem így, mert ezt be kell rendelni, azt meg kell rendelni, azt fel kell okosítani, tehát hogy azért ez nem feltétlenül ilyen egyszerű. Ez az első elmélet. Hogy volt hozzá kulcs. Legyen szíves, figyelj át az autót, rakják föl a bakra, tessék. Amíg a gazda nem figyel, a gyurmában nyomom a kulcsot, és aztán lemásoljuk. A második elmélet, amit hallottam. Laptoppal mennek, ül két laptopos csávó a kocsiban, és neked ugye ugrókódos a riasztód. Ahogy rázársz az autóra, ott megnézik a nem tudom a kódodat, amivel a frekit, vagy nem tudom, most én nagyon sok hülyeséget mondok, nem értek hozzá. Jó, ezt értem, csak akkor ott közben neked ki kell nyitnod az autót, hogy ő le tudja olvasni a laptoppal az ugrókódot, nem? Az a harmadik elméletem. Ez a második, amit most mondasz, és van egy harmadik elméletem. Ne van egy csomó elméletünk, amit te mondtál, az a harmadik, de először a második. Van ez, amikor te kulcsal nyitod, zárod az autót, ott leolvassák a frekidet, és utána kinyitják. A harmadik pedig az úgynevezett... Figyelj! Vannak olyan autók, ezt nektek mondom, ezt nem, ti nem tudjátok, amik már kulcs nélkül indulnak. Kulcs nélkül indulnak? Ezt neked tudom, hogy ott... De hogy nyitott ki a nincs kulcs? Hát akkor érted. Kulcs és kurbli nélkül? De akkor az indulás még hagyjen, de hogy mész be, ha nincs kulcsod már, hogy az indulás még ott elhiszem, hogy gombbal megy. Key Let's Go, ez a neve. Ismeritek ezt? Key Let's Go? Igen, Key Let's Go. Key Let's Go? Megnyomsz egy gombot, meg egyszer egy pedált, tehát egy bonyolult a dolog, ugye egyszer nyomod a gombot, meg egyszer nyomod a féket. Key Let's Go? Key Let's Go. Ezt hallottam ezt a számot. Ez Áronnál, Béthig. Ki lesz jó? Igen. Kulcs nélkül indítás. És azt már úgy olvassák le, hogy nem is kell neked se nyitnod, se csuknod, hanem van olyan kis műszerük, ami leolvassa azt a kulcsot, amit ugye te folyamatosan ott tartasz az étkező asztalodon, a nappalitban, a hálószobádban. És ez folyamatosan kibocsát egy jelet. Tehát egy étterembe csak mondjuk mellét kell ülni? Igen. De minek ül le az étteremben, mikor a kulcs otthon van az asztalon, azt mondta, hogy ott kell tartani. Mondjuk az és a jelfogó az programoz egy új kulcsot, és ezáltal, ha neked ilyen kélezgós indításod van, akkor ők fölprogramoznak maguknak egy új kulcsot, nem kell betenni, már nem kell elfordítani, nyitja az ajtót, megnyomod a start gombot, és elindulsz. Elindulsz vele. És ez a állítólag ez az új. És ez a Porsche, ez ilyen kélezgós volt? Nem ültem benne, nem tudom. Kélezgó. Hú, de erotikus hangszín. És hogy jutott erről, és autólopásról, és hogy jutott eszedbe a szex, de komolyan mondom. És állítólag, ha mélyütőbe teszed a kulcsodat... Na jó. Ez már saját elmélete. Igen. Na jó, itt jön az én saját elméletem. Na, igen, akkor deres lesz. Igen. Rájöttünk hétvégén a barátaimmal. Hát ha hűtőszekrénybe teszed a kulcsodat, ha ilyen kélezgó indításod van, kulcsod, akkor ott nem tudják leolvasni. Tehát ott nem, ott ugye zárt térbe kell tenni, hogy tényleg. Aha. És a cikkek arról szólnak, hogy tárolt hűtőszekrényben a kulcsot, mert akkor nem tudják a banditák leolvasni. De a mély hűtőbe? Várj, a mély hűtőbe, vagy pedig a simába? Igen, tehát ott a hideg az, ami... Nem a hideg, hanem az ártér a lényeg. Az zárt térben van, mert ott nem bocsát ki jelet. Tehát oda a trappista sajt, a brokkoli, meg a laktózmentes tej mellett ott tároljuk ugye az autónak a kulcsát. Okay, let's go. Igen. Okos. Tehát, hogy ott tartod. Okos.
Erre például én nem gondoltam volna, hogy többet tartnak. Na, drága hallgatók, kérlek, mondjátok el nekünk, hogy mert maga a videó azért az rémisztő. Hogy visznek el egy ilyen mindennel felszerelt, csúcs technikával ellátott Porsche Cayenne-t pillanatok alatt? Mi a trükk? Hogy csinálják? Szerintem a hűtőbe teszik. Szerintem éppen, hogy hívja, az lehetett, hogy ez nem egy no frost hűtő volt, ami magától leolvadt, hanem leolvasztáskor, és akkor kihasználták ezt a rést a pajzson. Azt mondják, hogy a Porsche tolvaj először csekkolt, hogy nincs a lajcsi a csomagtartó. Akkor nehezebben gyorsul, vagy... Mindkét pali vállán egy kis táska van. Tehát valószínűleg ők laptoppal mahináltak valamit. Tehát kütyű volt. Tehát valami kütyű volt. Ugye ma már azt mondják, hogy nem kulcsal, meg pajszerrel mennek autót lopni, hanem laptoppal. Nem kis laptoppal leolvasnak ezt, azt nem tudom, fölokosítják a kulcsot, vagy leveszik ezeket az ugrókódokat, és utána már ellopják tőled. De azért ez megdöbbentő, hogy ilyen gyorsan így tudnak elvinni egy autót. Hát ha tényleg nem volt előzménye a dolognak, hanem tényleg csak ennyi, hogy odamész a két kis táskával, és már az egyik benne ül, akkor az döbbenet. Uh-huh. Vagy de volt irgalmatlan részeg tulajdonos, és amit látunk a sofőr szolgálat. A tulaj annyira részeg volt, hogy elment a saját autója mellett, ezt láttuk ugye a kamerán, majd a sofőr szolgálatos rájött, hogy ez a Porsche Cayenne, ezt keresünk. A tulaj. Beült a kocsiba, és ment a tulaj után, aki viszont aknakeresőként a kocsi előtt akart hazamenni. És mondta a sofőr szolgálata, ez a kívánság. Hát legyen, így legyen. Van egy hallgatónk, aló, jó reggelt! Aló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Dávid! Dávid vagyok, a fáradt tulajos. Tudjátok, aki múltban kikapott sajnos a férjéget. Igen, emlékszem. Hogyne, Dávid, persze. Azóta is fáradt az olaj. Na, szóval igazából van egyik nagy videó megosztó portálon egy jó kis riport erről, hogy működik ezeknek a nagy értékű, igazából ilyen 20 millió feletti értékű autóknak az eltulajdonítása, és igazából így félelmetes a dolog. Szóval ugye van az a rendszer, amit autolopáskor használnak, hogyha le akarják tiltani az autót, ugye. Már miről akarják letiltani? Hát, hogyha te bejelentett, hogy ellopták az autódat, mit tudom én, akkor egy ilyen központi adatbázis alapján le tudják tiltani, le tudják állítani messzebb az autódat. Hát ha van benne olyan szerkezet, nem? Ha ilyen GPS hát követő van benne, egy ilyen Cayenne-ben azért csak van, de amúgy ezeknél a nagyértékű autóknál ez mind szinte alaptartozik. Most ezt a rendszert fordító is fel tudják használni, ugye akik ilyen profi tolvajok, igazából távolból egy ilyen GPS-es helymeghatározásos alapján kommunikálni tudsz egy rendszeren keresztül az autóval, és ez alapján van egy ilyen PIN kód, illetve egy valami algoritmus alapján keresik vissza az órában lévő immobilizernek a kódját. A mindegy, az, hogy laptopról egészen teljesen pontosan mindent meg tudnak csinálni az autó. Be tudja indítani, ki tudja nyitni az automata váltó, akkor Tehát azt mondod, hogy szoftveres a megoldás, ahogy ezt elviszik. Abszolút, igen. De egyébként, ha beírjátok, hogy autótolvaj report azon a bizonyos videó megosztó portálon, akkor meg lehet nézni. Valami érdekes, nézzétek végig egyébként, mert Balázs bármikor elvihetik az autót. Az enyémet? Hát azt senki nem kellene. Akarja elvinni. Ja, azt hiszem, annyit beszéltünk már róla. Igen. Ugye, itt elindulsz vele, megtalálok az Orci kertet, mert odáig jutsz vele, úgyhogy ne robbanjál. Jogos. Hosszú magad olyan kellemetlen helyzetbe, hogy az ő kocsit. Nem vagyok ez a nagy bujkálós fajta, úgyhogy ja, valószínűleg megtalálom. Megláttam, eltűnt az autóm, azt mondom, na gyere, vigy, ez egy nagyobb séta lesz. És elkezdeni sétálni körbe-körbe, és valahol megtalálnám. Tehát egy sima szoftver, egy sima laptoppal ma már elvisznek úgy egy autót, hogy 2 percen belül kinyitják és elviszik? Nem kettő. Itt konkrétan van egy olyan, hogy például egy S8-as vagy egy A kinyitása körülbelül 10 másodpercet vesz igénybe. De kell hozzá ez a műhold követő rendszer, hogy ez legyen persze, az autó. Persze, de mondom, ezekben az autók ez alap. Dolog, hogy olyan rendszerem van fel. Hát ugye bárhonnan műholdról le tudják követni, hogy hol az autó, éppen ezért le is tudják tiltani szoftveresen, hogy egyszerre leáll az autó, és a kalapkabát semmi, sehova tovább. Atyaisten, és utána ők le is tiltják a GPS-t, úgyhogy ha én beülök, vagy én utána kerestettem az autómat, amit ők ugyanezzel a technikával loptak el, akkor nekem meg se találják, vagy a cég azért engem felhív? Ezt nem tudom. Maga az indítás, meg ilyesmi, ez paramira így működik. És jó, biztos vannak más módszerek, meg mondom, nem vagyok tolvaj, meg semmi, csak hallottam, meg láttam ezt a videót, és így ledöbbentem, hogy azt a... Mert az ember arra tényleg mindenféle ízére gondol, hogy na most akkor a kulcsnak a kódja, nem, ettől sokkal-sokkal bonyolultabb, illetve gyorsabb megoldás. Szóval az ember, aki ott a videón is látszódik, szerintem neki ezt nyitották, ő nyitotta, és ennyi. Uh-huh. Mert vannak, például van olyan, hogy
egy kézi váltós autónál, de benne van ebbe a riportba, hogy kell nyomni a kuplungot és a féket, és úgy tud elindítani. Vagy ő úgy indul az autó, szóval egy kis manuális segítség kell. Automata váltósra például nem. Aha. Megélnek. Hát ez megdöbbentő azért. Hogy... Hát félelmetes, igen, igen. Szóval így egy régebbi autót ugye nem, de egy újabbat, és főleg itt is inkább ilyen nagy értékű 20 millió feletti. Ezért mondom, hogy azt kell számítani a kis polszkiba, az a változár, ami a változó, és a pedált kötötte össze, emlékeztek a arra? A sárga műanyag borítással. Esernyő, esernyő kormány, zár rá a kormányra, rá vagy, a pedálra. Vagy ezek kulcsforma. Igen, vagy a kulcsformájú hát, balta kilézet. Nyugodtan nyitva hagyhatod, abban ugye a jó kis váltózár, az mennyi, ha furatták meg régen a váltót, ugye? Szintén egy ilyen kis védelem volt, lehet, hogy ér valamit. Hát köszi, hogy elmondtad, nem túl megnyugtató ez a dolog. Nem, igazából teljesen nem. Köszi, ciao, ciao. Igazán nincs mi. Sziasztok. Szia. Mondjuk annyira nem voltak profik, hogy egyébként a térfigyelő kamera totálba vette mind a két embert, aki ott elsétált. Tehát, hogy igen, hogy ez olyan a furcsa, hogy ezt nem nézték meg. Mind a ketten ugye baseball sapkában vannak, de azért bőven lehet róluk személyi leírást adni. Tehát akkor kell egy szoftveres védelem az autóra? Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb, ami ilyen szoftverrel indul, meg GPS követő, meg nem tudom, akkor sima laptoppal feltörhető, tehát akkor valami laptopos, szoftveres védelmet kell még az autódra tenni. Igen, meg egy félig leeresztett ablak is, hogy Stafford Street Bull terjed. Igen. Azt mondja, hogy én a kályához nem értek, de ismerek egy Astrát, ami át van kábelozva, így ellophatatlan. Próbálták többen is, profik, nem sikerült. Hát ezek már ilyen egyedi megoldások, ezek nyilván mi sem tudjuk. Azt mondja, hogy tuti, a szervizben van belső ember, változó biometrikus kódrendszerrel működik, tudom, sok-sok ponttal írja valaki. Oké, de hát tudjátok, akkor mondjátok el nekünk, tehát így SMS-ben elküldtek, nem kell félni, ha elmondjátok, hogy mire figyeljünk, senkinek nem lesz ettől baja. Szervizként rendelnek a gyártó cégtől kiolvasó programot és szervizkulcsot, aztán ezt megvásárolják, ennyire egyszerű. Ezt Gábor küldte nekünk. Szerszámos táska volt náluk, mert hűtőgép szerelők voltak. Igen, ezt szerettem volna kérni, hogy próbáljunk már egy picit így a hűtősztorira olyan értelemben ráfűzni, hogy ez igaz, nem igaz, mit tudtok róla, mert ez a legizgalmasabb teóriák közül, amiket Balázs felvázolt. Perec is azt írja egyébként, hogy azért kellett a hűtőbe rakni a sluszkulcsot, hogy a tolvajoknak lefagyjon a laptopjuk. Sajnálom, hogy ez a hűtőszekrény, ez nem ment át. Sajnálom, hogy én a hűtőszekrényben, ott pont most mutatják, Porsét loptak a Pesti belvárosban. Sajnálom, hogy majd amikor ellopjátok az autótokat, és, akkor autókat, majd csak majd és kérdezem, hogy hol volt a kulcs, akkor azt mondjátok, hogy a kredencen. Most a hűtőben. Mindenki ragja be a snuszkulcsát, most a hűtőben. Hűtőszekrényben kell tartani. A sütő nem jó? Mert hát az de, is jó egyébként. Tehát sütő is jó. Lehet, hogy az is jó. Range Roverekben olyan... Keveréses is? Ott hamarabb megsül a snuszkulcs, ezt ne használ. Range Roverekben olyan átkötés van, amiben a füstriasztóval bekapcsol a zár automatán old. Úgy loptak el egy kocsit, hogy a füstölő tettek a rongy alá, kioldott a zár, beült a tolvaj, kiszellőztetett, biztosítékot cserélt, és elment. Hát ez nagyon jó. Kocsi beindul, és pápá, írja a hallgató. Pápá. 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 Pápán lopták el? Pápá. 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 Papa, pápa, pápa. Tehát egy papa loptál és pápára ment vele? Igen, mamma, papa, pápára mint. Mamának. És pápa, a tulajnak. Igen, pápa, tulajnak, papá ment papára. Na jó, hagyjuk. Szóval, hogy mi van a roverekkel? Tehát füstöljek a roverbe, ez a lényeg? Igen. Azt próbáljuk már, hogy bezárod, hogy? És belül meggyújtunk valamit. Aha. És ez hogy kapcsolódik nekem a témához? Hát úgy, hogy akkor kinyílik, és tudjuk, hogy rovert hogy lehet lopni. Nem, csak leég a kocsi. Nem kapcsolódik a témához, viszont az arcodat szeretnék látni. Gyújtsuk meg két füstölőt az autóban. Igen. Na jó. Okosabbak lettünk? Nem sokkal. Szerintem nem. Nem sokkal. Szerintem semmivel. Figyelj, 20 millió fölötti autókat lopnak kell, rá kell érni, csak 19. Igen. 7:30 pontosan 4 perccel, ha valaki játszana velünk, akkor jelentkezzen játékra. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerda van, elindult a hét, de rövid lesz 3 nap, úgyhogy... Ez túlélhető, hát egészen elviselhető lenne, ha ez mindig így menne. Nem, hogy így jó lenne. Felszívod magad, nekimész, dolgozol 3 napot, és utána egy kicsi pihi.
Főleg így egy nagyon kellemes kis Brian Adams után. Így van, egy nagyon jó kis, egy nagyon jó kis, igen. Brian May után hihetetlen jó, még mindig. A Scorpions gitáros a Brian May. Zseniális a csávó. Elképesztő, hogy kavar még mindig. Imádom a flamenkót. Döbbenetes, igen. Na, azt nézem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. Úgy néz ki, hogy egyébként valószínűleg minden rendben van az utakon, mert hogy sokkal kevesebb közlekedés érkezik, mint hétfőn, amikor kicsit mindenki álmos, kicsit mindenki kótyagós, és amiatt több trafiba fut bele, vagy több baleset van. Nyugi van, úgy néz ki. Lehet, hogy kivették Szabira az ember. Lehet, a három lapot, lehet ugye, hogy kiütötték. Igen. Egész hét van. A 11-esen Szentendrén a Pispányi lejára után befelé lerobbant busz akadályozza a forgalmat, ezt Joci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Rajkai határ elesett Szlovákia felől, 8 kilométeres kamionsor, ezt remete küldte nekünk. Köszönjük szépen. Veszprémben a Spárnál a Jutasi úton elég sok rendőr tevékenykedik, üdv Bandi a növényorvos. Így van, illetve ugyanebben a Spárban látták Aldi Meolát, akit nem engedtek be. Ugye? A visszaköszöntő múlt hétre, illetve hétvégén egy Osamből kitöltották Gáspár Lacit. Azt mondták, hogy ide ő nem jöhet be, hogy írták nekünk múlt héten a hallgatóik. Na, nézzük csak a zenéket. Jó, ez a Szikora Robi, egész jó ez a Guns N' Roses, végre egy jó kis Eros Ramazotti. Köszönjük szépen. Jó, figyeljetek, lezártuk az autótolvajos témát, mert mindenki nagyon nagy szaki, aztán amikor Anna visszahívja, hogy beszéljen, akkor mégsem mer, de azért azt mondjátok, hogy ami elhangzik, az viszont nem úgy van, viszont senki nem tudja nekünk elmondani valójában, hogy van. Úgyhogy gyerekek, váltózár, kormányzár, és hűtőszekrénybe a kocsi kulcsot. Ez a lényeg. Jó, tessék odafigyelni mindenkinek az autójára. Nem tudjuk megfejteni igazából, mindenki ért hozzá, de senki nem akarja elmondani. Mondjuk fél. Te mondtad, hogy találtál valamit? Igen, hogy egy német cég konkrétan árusít egy olyan berendezést, ők természetesen mondjuk ilyen biztonságtechnikai cégeknek, meg mindenféle ilyen bla, szóval nyilván mindenki megvet valójában, csak sok pénz kell hozzá. Egy olyan szerkezetet, amivel ezeket a keyless go rendszereket, vagy ha kevésbé is a keyless go rendszereket is hatástalanul tenni lehet. Hát konkrétan az van, hogy ez 35 ezer euró, ez ugye 10-11 millió forint körül van, attól függ, hogy hol váltasz. És ezt kipróbálták, 10 autóból 9-et sikerült kinyitni, de a legnagyobbakat, tehát ugye Audi, meg Mazda Range Rover, itt van, nem, ugye Volvo is ezeket, tehát a nagykocsikat próbálták vele, 10-ből 9-et pedig el is tudtak indítani. Tehát kinyitja, nincs kulcsot hozzá, beülsz, és már mész is a kocsiba. De ez volt a harmadik elméletem, amit itt a hűtőszekrényel most így hírbe hoztatok, és ezért kinevettétek. A Keyless Go-nál kell a hűtőszekrényben tartani. Ez volt a harmadik elméletem. Amikor ugye is itt tartod a hűtőszekrényben az autót, kulcsot, aha, hogy ne tudják leolvasni. De azt nekem kell hozzá a kulcs, tehát hogy a cucc a kocsit mahinálja valahogy. De hogy a kocsi kell hozzá. Neked a kulcs nem is kell. Tehát te tarthatod a hűtőben nyugodtan a kulcsot, ő oda megy ezzel a cuccal, és elviszi a kocsidat. Aha. És van egy hideg kulcsod reggel. Pedig a hűtős megoldás is jól lett volna. Van egy mélyütött kocsid. Jól lett volna, mert hogyha elmész valami szórakozó helyre, akkor mit talán kérte valami italt, valami ételt, akármi, és akkor közben berakhatod a hűtőbe mindig a kulcsot. Aha. És akkor meg is van oldva a dolog. Ez is egy limonát kéne is megtenni, hogy a kocsi kulcsot beütőszekrény. Beteszi oda. Kicsit félelem, hogy ellopják. Így van, jégermeri vagy. Nagyon szép. Nagyon szép az új, nem tudom, Volvo Jeep-em, nem szeretném, hogy ellopják. Na jó van. Oké, a témát lezártuk. Köszönjük szépen. Én szerintem egyébként már nem akarok belemenni, de itt a mindegy. Aha. Igen. Játszunk, hogyha belekavarodunk, jó? Aha. Mit mond Dóra ez a kérdés? Már is itt van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Lőlészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásítjellán, mime? Aki válaszol... Halló! Hello, sziasztok! Hello! Szia! 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 Sziasztok! Hello, Jutka! Igen, Jutka vagyok Budapestről. Jutka, igen. Könnyű helyzetben vagy, mert hogy 5 dolog közül választhatsz, mert ugye mi a teljes hetet bepakolgattuk, de hát itt ugye igazából most csak 3 van, de nem szedtük ki, úgyhogy van állatunk, van városunk, híres emberünk, szólásmondás, tárgy, minden van. Én a tárgyat szeretném választani. Te kár, hogy nem a 9 éves tatút. Ó. Igen. Egyébként az állat se túl nehéz. Remélem. Ja, hogy majd drukkolsz a holnapi játékosnak, hogy ne legyen túl nehéz. Semmi. Itt vagy? Hallasz rendesen? Itt vagyok, igen. Mit csinálsz most éppen közben?
Én most a raktárba bujkálok a főnökség elől, mert éppen dolgozom. Ja, és közben elbújtál a raktárba. Igen, igen, és a csajoknak át kellett állítani a rádiót, hogy mindenki a Klassz FM-et hallgassa, hogy tudjanak segíteni. Na várjál. Mi az, hogy át kellett állítani a rádiót? Mert ők mást hallgatnak. Van más is. De most mindenkinek át kellett állítani, hogy tudjanak segíteni. Mindenkinek? Ezek szerint mindenki más hallgatott? Igen, egyedül én vagyok Klassz FM-es. És a többi? Nyernem kell. Hát nem, ezt nem. Ezt nem tudjuk így odaadni. De! Nekem igen. Most kérd meg, hogy hangolják vissza a rádiókat, és ne segítsenek. Miért? Zsűl, te pedig cserétkez állatod Brahio, Bronto, Vega, Triceratops, Raptor, Velocira. Igen? Szóval nem minket hallgatnak a többiek? A többiek nem, de én igenis nyerni szeretnék. Ja, miért? Nem szeretik az életet? Vagy nem, de most miért bántják saját magukat? Nem tudom, ezt én is értem. Csak veszekedtek, hogy mi szóljon? Nem, mindenki rádión keresztül, vagy telefonon keresztül hallgatja. Be van dugva ilyen kis füles a fülébe, és mindenki úgy hallgatja, és közben dolgozunk. Ja, értem. Hát jó. Legyen akkor a... Majdnem megmondtam a tárgyat. Legyen akkor a tárgy, jó? Figyelj, mehetünk? Oké, igen. Na figyelj. Most melyiket kell nyomni? Most ja, tudom, melyiket kell nyomni. Volt engem, hogy mást hallgatnak. Ja, nem várj, túlléptem. Figyelj! Látumach. Hát ez... Itt vagy? Itt vagyok. Elhangzott kétszer. A többiek direkt nem segítenek dacból. Látumach. Látumach? Hamutál! Na! Segítettek! A többiek, az árulók, igen, akik most csak ezért tekertek át, látod, ők lesegítsenek! Ne szóljanak hozzám! Mit mondanak? Azt mondták, vissza is tekerik! Na, de azért elhozták az ajándékcsomót! Nem kapnak belőle, mert ők nem hallgatják. Nagyon helyes. Mit mondanak hátul? A másik hallgató mondta, hogy ő kér egy kicsit, mert ő néha szokta hallgatni. Ne, olyan mi? Most már puncsolunk, jövünk vissza. Én néha hallgatlak benne, hát egy napakasztot azért adhattok. Igen, igen. Uh-huh. És az öcsémékkel is örök hardba vagyok, mert ők is más hallgatnak. Ezt nem hiszem el. Most hogy még mit tudom, hogy novembertől tennitek ezt a komsz, megértjük. De most még március való. Még itt vagyunk. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? De szuper, nagyon szépen köszönöm. Puszi. Nagyon szívesen. Köszönöm. Neked. A többieket okay. Nem is szeretjük. Ciao. Rendes csajok. Oké, okay, köszönöm. Sziasztok. Hello. Sziasztok, puszi. Ciao. 5 perc a pontosan 8 óra, van friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, szerda van, ez mindenképpen jó hír. Sokaknak 3 napos csak ugye a hét, és aztán jön egy újabb hétvége. Szerda a hét legnehezebb napja. Kivéve a mai. Bizonyám. Kivéve van ma itt, így van. Budakeszi Szélkámán tér 1 óra 40 perc, jobb lett volna ágyban maradni, ezt István küldte nekünk, te jó Isten. Tehát újítanak valamit a Budakeszin? Vagy a Budakeszi úton, vagy a Hüvösvölgyi úton, vagy miért? Az mindig macera. A Szélkámán most már viszonylag jól járható, és akkor mi azért mondtuk az előbb, mert én itt többször kinéztem az Üllői felüljáró, ez ilyenkor mindig állni szokott, és most folyamatos a haladás, azért gondoltuk azt, hogy sokan otthon maradtak a 3 napra, de akkor nincs mindenütt így, hogy Budakeszinél mi van, azt nem tudom, mert a Szélkámán az járható. Az abszolút átadták már a nagy részét, egyébként voltam arra felé hétvégén, jól lehet haladni, most már csak ott a metró területeket, meg ott a villamos részeket építik. Ja. Maga az út, az most már azért tényleg járható. Nézem a Budakeszi hírmondót, Budakeszi hírportáját, és nem találok. Semmi jele. Nem semmi? Hát lehet, hogy csak a szokásos dugóban. Nincsen fönt akkor.
Akkor nincs is. Azt mondja, hogy frontális baleset az Ercsi felé vezető úton, a hatos úton, a lámpás kereszteződésnél, rendőr irányít, félpályás útzár van. Ezt Dekadens küldte nekünk. Aztán kérdezi valaki, nincs dugó, a Budake a kalászi körforgalom az M0-nál Szentendre felé, soha nem látott torlódás van, minimum fél óra. Dobnám le a Taigetoszról, aki ide körforgalmat talált ki annak idején. Ez a nullásról lejövő körforgalom lehet ott a bevásárlóközpontoknál, lehet ott Budakalász, igen. Azt mondja, hogy Mátraverebély és Tark között közúti ellenőrzés és trafi is van, csupesz küldte nekünk, M35-ösön Budapest felé, a 20-as kilométernél a Böszörményi pihenő felé mérnek, úgyhogy vigyázzon mindenki, ezt nyugdíjas küldte nekünk. Aztán nézem, hogy van-e még valami. Miskolci Szikszó között baleset, lassan engedik a sort, ott is dugó van, és valaki azt írta, hogy na végre egy jó kis grófó. Az volt egyébként. Egy jó kis grófó, így van. Igen. Hétfőn pénteken hallottam Janitól, hogy van valami hiper-szuper hangyaírtó. Legyetek olyan drágák, írjátok meg a nevét, mert évek óta szenvedünk a kis fekete bogaraktól. Mondták konkrét márkát? Nem mondtál, nem? Nem, soha nem szoktunk ilyet mondani, nem reklámozunk se egyetlen terméket sem. Hát ugye volt egy hazai termék, az nem annyira jött, és volt egy ilyen nemzetközi márka, de hogyha rácsörögtök annál, akkor ő nagyon szívesen árulja nektek, hogy melyikről van szó, a drágábbikról. Aha. A drágább irányába kellett volna mennem rögtön. Meg már is az elején. Hát így jár az, aki spórol, meg spurkodik, mert az kétszer fizet. Egyrészt megveszi az olcsót, ráfarag, aztán megveszi nem, a drágát. Nem, a népi gyógymódokban hiszek elsősorban. Szóda, bikarbóna és hasonlók. Igen. Visszamérted ilyenkor, ha mondjuk megveszel egy olcsóbb terméket, te azt mondod, hogy hangyaírtót, és azt mondod, hogy nem írt hangyát ember. Azzal visszaviheted a boltba. Persze. Nál nem, de nálunk igen, mondják majd. De hát ne figyelj, nem ért el a célját. Tehát arra, amire te vetted a 300 forintosat, azt fogják mondani, hogy ezek másik hangyák. Ja, más hangyák. Így van. Azt a bolyt, amiből először jöttek, azt kipusztította, de ez már egy másik boly. De miért az autót például, ha lerobban, egy új autót veszel, kijön a szalomból, és ott megáll, azt visszajött, és azért ne haragudjon, megcsinálja. Most mi a hangyaírtónál nem megy? Nem. Jó, oké, éreztem. Csak egy picit döcögősnek érzem. A párhuzamot? Analógia, igen, de egyébként akár. Pénzt adsz valamiért, és ez azt nem látja be a funkcióját, bocsánat. Hogy nem úgy volt, hogy először a népit próbáltam ki, mert úgy volt, hogy először megvettem a gagyi hangyaírtót, utána meg kiraktam a szódabikarbont, és valószínűleg, hogy az első csak elrontották a gyomrukat, és a szódabikarbónak kifejezetten jót tett neki. Akkor felélénkültek, és visszajött. De a hangyaírtót vásárolni, biztos, hogy a drágábbat venném meg, mert azt gondolnám, hogy a drága jobban írtja. Nem? Igen. Tehát a hangya, ha a hangyás vagy, az egy baromi nagy átok. Eldönthetem, hogy spóroljak 500 forintot, vagy tényleg elpusztuljanak szegénykék. De szegénykék, azt hittem, hogy jó lesz a másik is, hát rá van írva. Azt gondolja, hogy inkább pusztuljanak. Hogy hangyaírtó. És én meg ugye a hazai ipart szeretném egyébként ezzel támogatni. A hazai hangyaírtóipart. Jaj, de kamu, mi olcsóbbat akartál venni? Hazai hangyaírtóipart akarod te támogatni? Rá volt írva, hogy magyar termék. Őstermelő, hangyaírtó őstermelőket. Hagyjál már, spúr vagy. Nem akartál. Rá van írva, hogy Made in Poland, meg ott van mellett az, hogy hazai termék, vagy magyar termék, vagy a nemzeti színű trikolor, és nem fordítva felrak valami olasz tudsz, akkor én azt veszem meg. A lengyelekre most egy szavad nem lett, itt voltak 15. Persze, vagy hát lengyel-magyar két jó barát, együtt iszta meg a borát, ahogy szoktuk mondani, vagy szokták mondani valakik, és hogy igen, igen. De semmi gondom nincs a lengyelekkel. Cseheket is szeretem, ja őket nem. Mert hogy ugye ők azért velük kakaskodtak, kicsit összeakaszkodtunk ott az év Európai Fire 2016 versenyben, de mindig nem érdekes. Én a magyar ipart szerettem volna támogatni, és csak utána, és most mi lett a vége? Rohadrágán jöttem ki belőle, mert megvettem egy magyar terméket, megvettem azt a külföldi terméket is, és most a kettőnek az árából, de a hangyák eltűntek. És ez is olcsó, mint hogyha rájuk gyűjtöttem volna a házat. Meglepődnék, ha először jártál volna ide, általában mindennel így jársz. Tehát állsz két, nem tudom, hosszabbító között, az egyik nagyon durva 500 forint, a másik durva 700, nagyon durva 750, másfél órás fejvakarás után megveszed az 500 forintosat, hazamész, bedugod, nyilván nem működik, visszamész, bosszankodsz, kicseréled, nem kapod vissza a pénzt, visszakapod, megveszed a drágábbat, működik. Tehát ez nem az első történeted. Nem, most másfél órás vacilás után a rosszabbat vetted, amivel nem működött, és megbántad. Most ezt figyel, tesa, elmondok egy olyan történetet. Két napot el sem fogod hinni, most vettünk valamelyik hétvégén esernyőt, mert már nem győztem javítgatni, hogy a törött meg elhagyott. Vettem egy esernyőt.
Szabon család felkerekedett, és azt mondta, hogy gyere, gyere, apcika, gyere, ebből ancika, elég állandóan esítek, nincs esernyők, egy semmi működőképes. Irány esernyőt venni? Múltkor is kifordult, veszélyesen érte. Javítgattam egy ideig hurkapálcával, meg szigetelőszallaggal ezeket az eltört merevítőket, Jézusom, aztán rájöttem, hogy... Jézusom, vagy. Ja, de szeretem. Hurkapálca egy cellukszal esernyő. Hurkapálcával. Úgy szoktam csinálni, hogy levágok egy ilyen 5 centis hurkapálcát. Ezek ilyen kis ilyen behajlított, ilyen kis lemezkék, és akkor berakom a két lemez közé. 2000 forint egy összenyom. Ha nagyon drágát veszel, bocsánat, 600 én már veszel leértékelve. Rányomom a hurkapálcára két lemez oldalt, te a harapófogóval, és áttekerem szigetelőszalaggal, és akkor úgy mire lett. Na, minden nem is érdekes. De ez nagyon, ez abszolút érdekes. Harap, szalagos, hurkapálcás esernyővel jársz. Kombinált fogó, szigetelőszalag, és újra jó. És újra milyen, működik. De piros szigetelőszalag, hogy jól látszódjon. Feketére pont, hogy ne látszódjon. Hát azért érted, hogy van kis igényesség is szorult belém felé. Atya, úristen. És a lényeg az, hogy elment, ja, mondom, fia, legyen egy ünneplő, és ne csak a hétköznapokra legyen, mert arra jó a javított is, meg kutyasétáltatása. Nem mondom, legyen egy ünneplő ernyünk is, hát ha elmegyünk valahol, mit tudom én, Vidám Park, vagy ilyesmi valami. Vagy például egy jó temetésre. Adjuk meg a módját, és elmentünk egy ilyen sportszer áruházba, amiről tudtuk, hogy ez viszonylag olcsó. Kinek van a hétvégi program, hogy elmegyünk esernyőt venni, de ez a program már effektíve nem létezik. Ilyen nincs ilyen program. De. Hova mentek? Esernyőt venni. Esernyőt venni. Hát, az esernyőból. Elmentünk, megvettük, rá volt írva egy világmárkának a neve, erre az esernyőre, nem mondom, hát még márkás is, mondom, tök jó. Mondjuk autógumikat gyártanak alapvetően, egy picit fura nekem, hogy esernyőt is, de ettől függetlenül, mondom, megvesszük ezt. Utána lementünk egy másik áruházba, egy ilyen drogéria jellegűbe, ahol mást kellett vásárolnunk, amit nem tudtam otthon előállítani, meg megjavítani hurkapálcával. És látjuk kirakva az esernyőket, én ilyenkor szoktam egyébként egy kicsit így mérgezni a lelkemet azzal, hogy megnézem, hogy mennyibe kerülnek. Igen, mert lehet, hogy utána jön a feloldozás, hogy hú, ez drágább. Itt nem, kérdezzetek-e, megtaláltam egy az egybe ugyanazt az esernyőt, de hogy a kettő közt tényleg csak annyi különbség volt, hogy nem a világmárkának neve volt az oldalára bevarva. Nem ugyanolyan színe volt, és nem abból az anyagból volt. Nem, egy az egybe, ugyanaz az anyag, ugyanaz a fazon, dettó ugyanaz. Tehát, hogy ki ugyanaz. Csak éppen nem világmárka volt, 700 forintért. Te mennyi vetted? 1003 ér. A minden segít neki, hát a rohadt életben, 1003 ér. 500 kemény forinttel többet kellett elköltened arra az esernyőre. És ott a márkás irányába mentem el. De na, és ezzel el volt szúrva a hétvégéd? Nem, ezzel az a hónap volt. Nem tudtam feloldozni ezt az ellentmondást, hogy ugye a hangyírtóból megvettem az olcsóbbat, az nem működött. Itt megvettem volna az olcsóbbat, és jobb lett volna, mint a márkás, mert egyébként egy-egyben ugyanúgy nézett ki, csak éppen mit tudom én. De te vagy a hülye, mert hogy... 600 forint. De mi nincs, hogy márkás esernyő, ezt nem kell beszívni. Hát tök veszed egy esernyőt, ugyanolyan vászon, kinyílik, gombos, vagy mechanikus, vagy gombos. Nem automata, szeretik, hogy egy esernyőt vásárolok, nagyjából ezt kell eldönteni. Hogy hát én mindig mindenkit kinyitom, és megnézem. Úristen, én nem bírnék a ti családotokba 5 percet se élni. Mindig egy jól nyílik-e? Vagy hogy harmadszor is kinyílik-e? Megnézem, hogy milyen erős a szerkezete belülről, hogy nem fordul-e ki nagy szélben, ilyesmi. És a nagy szélet hogy csinálod a boltba? Úgy el kell szaladni. Nem, mindig viszek magammal egy kis kakast. Elnézést, behozhatnám a szélturbinámat. És nyomod az én, mert hogy ez oké, az esőt még meg tud nézni meg, hogy mennyire vízlepergető. Nem tudom, nézik, de szelet azért nehezen tudod megnézni. És kinéznek így oldalt így a kasszából, tudod, és így nézik, hogy ott hátul aki... És aztán, amit a Jani mond, amikor ugye a gyerekkel elmész sárkányt teregetni, azt látják, hogy Jani hátul rohangál lefül az ernyővel, tudod, hogy tartja a szél, és 20 km/h-val szaladgál. Igen, elnézést kivetem, és akkor leugrok, mit tudom, a magas földszintről. Az élet megvert téged, mert egyébként tökre megérdemled, mert tökre nem számít neked az a 3-400 forint, tényleg. Tehát van azoknak, akiknek számít, és ez nem ellenük való megszólás, de neked nem számít az a 3-400 forint. És ennek ellenére direkt a rosszabbat veszed meg, mert az élet azt akarja neked megtenni, hogy ez csak egy esernyő, fog meg, ez nem egy pozitív vonás. Micsoda? Én azt hiszem, ez egy pozitív hogy vonás. Hogy hurkapárcával és cellusszal javítod az esernyőt, de te, aki azért meg tudnál venni egy új esernyőt, bácsi vagyok, érted? De én megjavítok mindent. Én ezermester vagyok. De nem javítasz meg, mert rossz lesz, mert az első szél kifordítja a megragasztott esernyőt. Négyszer javítottam már meg eddig. Majd behozom holnapra, megmutatom. Hogy milyen jó. Négyszer is működik. És jó. De mindenki kidobja rögtön, ahelyett, hogy megjavítaná.
De nézd, hurkapálcával celluccal járni, az... De nem azzal jár. Van az, aki sajnos nem veheti meg magának, és az értem, hogy megjavítja, de te nem azért javítod meg, mert nem veheted meg magának. Mert az ilyen menőzni. Típusú megszólalásokat, nem azt mondom, csak az ilyen típusú megszólalásokat mindig sokkal a szívünkre veszik. Jól menni. Vannak családok, Balázs, jönnek majd az SMS-ek, ahol ugye számít fontos, hogy ez szorít, és valóban és vannak, és van, ahol számít. De könyörgöm, azért te meg tudnál venni egy jó. De én nem akarok azért túl költekezni, mert... Jó, kinek költekezzél, ez igaz. Na, te tudod, hogy én erre nem találok szavakat a te esetedben. Tehát van, ahol ez érthető, de van, ahol azért ezt nehéz megideologizálni. De azért, ha van nálam egy ilyen javítgatott esernyő, amikor kiszállunk például egy kitelepülésen a szakadó esőben, a kocsit sokszor szálltam ki a te celluxos, hurkapálcás. Ne kamuzzá, mert volt évekig nyomta nekem a libafos színű esernyőt, mert volt egy rohadt jó esernyő, mert egyébként sajnos az már azóta elromlott, azt nem tudtam megjavítani, mert ott a mechanikája valóban. Minden érdekes, ez meg nyelébe van, nem tudtam szétszedni, minden nem érdekes. És amikor meg én már vártam, és be is következett a pillanat, amikor szakadó esőbe szálltunk ki valahonnan, és pont egy kitelepülésen volt, és ott volt nálam a sokat gyalázott, sokat szidott, sokat kritizált libafos színű esernyő, akkor persze örült. Persze. Akkor jó volt. Ha szakad az eső, nem fogok elfutni. De legközelebb adok neked 800 forintot egy esernyőre. Tényleg, tehát, hogy vagy veszek neked egyet. Nem, mert el fogok csörögni legközelebb. Tényleg, csörögj rá, és odaadom. Hallod, most én találtam két esőt. Többé-kevésbé úgy néznek ki, ez egy 600 forinttal drágább. Nem hiszem, hogy ez a Badon családnak egy négy félnapos program kiválasztani a megfelelő esernyőt. Kellemeset a hasznosa. Mi volt ebben a kellemes? Hogy lett esernyő. Mára. Igen, a hasznosat megértem. Mindegy, valahol visszahozom azt a 6 kilót. Na, Szaúd-Arábiába szeretnélek benneteket egy kicsit meginvitálni, lehet így mondani, és eljátszani egy-két gondolattal, hogy mi van, amikor az ember becsületes, és mi van, amikor kevésbé becsületes. Gyors témaváltás egyébként. De a pénzhez kapcsolódik, amiről beszélgettünk. Ugyanis emberünk szeretett volna Szaúd-Arábiában egy automatánál pénzt kivenni, de nem tudta megtenni, mert az automata valami elromlott az automatán, és egyszerűen az egész automatának az eleje az kinyílt, és ott volt rengeteg pénz, vagyis ő szabadon benyúlhatott volna, és elvehetett volna rengeteg pénzt a bankautomatából, leesett, vagy kinyílt az eleje. Valami mechanikai hiba történt. És ő nagyon rendes volt, mert nem vitte el a pénzt, nem szaladt el vele, nyilván lehet, hogy attól félt, hogy be van kamerázva az automata, hanem kihívta a rendőrséget, és a rendőrség is megdicsérte, hogy sok ezer dollárnak megfelelő összeget hagyott ő ott, sőt őrizte az automatát, hogy mások ne vigyék el. Nem ilyen önkéntes rendőri vénával megáldva. Mintha te lettél volna ott. Igen. János, egy esernyő leértékelés. Én megpróbáltam volna visszacsukni. És megjavítom az autót. Igen. Na most ez ugye különböző morális kérdéseket vet föl, de én azt gondolom, hogy a legtöbb ember ebben az esetben, ha másért nem, azért, mert a belső indítatása az, hogy nem vinne el pénzt. Ebben ilyen egyetértünk, nem kihívod, nem mered elvenni, félsz. Ugye ott van a kamera, téged valószínűleg már fölvettek, használtad a kártyádat, tehát megtalálható vagy egészen hamar. Itt balekkal kell lenni. Ugye, hogy te pénzt vigyél el, szerintem. Uh-huh. De ugyanakkor meg hát azért csak ott mocorog a kis ördög benned, nem, hogy látod, hogy ráadásul egy nagy halomlóvé van benned, mondjuk köteg egy kicsit kiveszel. És mi van akkor, hogyha már megkaptad az SMS-t, hogy levont a számládról, de nem adtak ki a pénzt, hanem csak kinyílt. Akkor kiszámolod belőle a sajátod? Igen. Menj el az adat kis ujjadat. 150. Dodó. Hol lehet meg a kis címletek? Szépen leszámolod. Most én arra vagyok kíváncsi, mert aztán sokszor megcsináltuk, hogy az ember becsületes volt, és talált bizonyos összeget, és visszavitte. De jó lenne, ha telefonálnának, vagy írnának nekünk azok is, akiknek megvolt arra a lehetőségük, hogy becsületesek legyenek, ám mégsem éltek ezzel a lehetőséggel. Értitek, hogy mit mondok? Tehát találtál egy nagyobb összeget, ott volt az illetőnek az irata, a személyigazolványa, de a kis ördög a balvállalon elkezdett nevetni, kuncogni, megrángatta a füledet, és azt mondta, hogy tedd el. Ugye, mert az egy izgalmas téma, hogy mi van, amikor nagy összeget találsz, de aztán visszaviszed. Ilyet már sokszor csináltunk, de azt ebből a témából még soha, hogy mi volt az a pillanat, amikor te nem tudtál ellenállni a kísértésnek, és ahogy ez a szaúdi férfi egyébként ellenállt, és nem vette el pénzt, bizony, te megtetted.
és elraktad az összeget, nem adtad vissza, tudtad, hogy az övé, de tudtad, hogy te találtad meg, és zsebre tetted, vagyis amikor nem úgy viselkedtél, hogy kellett volna, hanem ahogy egyébként az ember gyarló módon sokszor tud viselkedni, ne legyünk álszentek, például elrakott egy olyan összeget, ami nem az övé. Vagy nem hozzá tartozik. Nem ellopta más zsebéből, tehát nem erre gondolok, hanem talált, amikor... mondjuk egy pénztárcát. Van. Találtál egy pénztárcát, vagy egy nagyobb összeget. Találtál a ruhatárban egy kabát belsőséget. Igen, most a Víg Színházban az Óza Csodák Csodája előadás fél szünetében bementél a ruhatárba, és kiloptad az összeget. Néztük meg a gyerekkel, amikor nagyon kellett brunyálnom. De ha már ott volt a ruhatár, gondoltam, bemegyek. Szóval a lényeg, hogy amikor becsületesek lehettetek volna, de megszólalt a gonosz belső hang bennetek, és azt mondta, hogy na ezt most tedd el, ezt most tartsd meg, ez az összeg neked jár. Ugye ez ennyikor az ember egyből megideologizálja, nem? Mikor volt neked találtad? 2600 forintod egybe? Hát kinek kicsi összeg, kinek nagyobb összeg. Ugye, hát neked az a hány új esernyő? Tehát, hogy 2600 forint érte már, nálad már megszólal a kisördög. Egy ilyen eset volt a családban, egy nagyon közeli hozzátartozom hozott haza egy aranyórát. Ő találta valahonnan, amit aztán leadhatott volna, egy moziban történt az eset, egy arany karóráról van, egy svájci márka. Egy arany Seiko. Nagyon igazi. Nagyon igazi. Nagyon igazi arany Seiko. Egy alpaka Pobedáról. És ő ott találta egy mozi előadás után, és megtehette volna, hogy leadja a pénztárnál, de nem tette. Én pont erre gondolok. Amikor ugye két út van előtted, hogy vagy leadod a mozi pénztárnál, vagy nézed az órát, megszólal a kis ördög, veszel egy nagy levegőt és elrakod. És azon lehet, hogy soha többet nem mered fölvenni. Egy életre megbánod. Úgy nézel rá, mint egy ilyen nem is tudom, bélyegre, hogy úristen, ezt loptam, de akkor már nem tudod hova visszavinni, nem tudod kinek visszaadni. Nem loptad, ott van veled találtad. Az óra. Tessék? Nem loptad, találtad. Na ugye ezek a nagy morális kérdések ilyenkor, hogy ha te automatában találsz pénzt, az nyilván a bank és ezt nem veted el. De mi van például egy moziban talált aranyórával, vagy egy strandon talált drága ékszerrel, amit le is adhatnál, de el is teszed. Ugyanúgy lopás szerintem. Jó, a strandon találtat le tudod adni. Mész az utcán és találsz egy aranykarkötőt. Ott hova adod le? Hát az túl egyértelmű. Az sehova. Tehát azért nem érdekes morális szempontból, mert azt valószínűleg elteszed, nincs kinek. De bevihetnéd a rendőrségre. Tessék, van, ott is van egy ilyen lehetőség. Igen, helyi rendőrség. Helyi rendőrség, a kerületi rendőrség, a falusi rendőrség, ott is letehetnéd, de mégse jut eszed, mert azt mondod, hogy az utcán találtad. Nézzünk, tessék, egy teli pénztárca, amiben ugye ott van az illető. Én biztos vagyok abban, hogy ennek ellenére nagyon sokan tették el és tesznek el olyan pénztárcát, vagy veszik ki belőle a pénzt és küldik vissza üresen. Ugye? Hát ez nem ördögtől való, azért ezt sokan megcsinálják. Az én hozzátartozom azt mondta, hogy akkor úgyis a pénztáros lopná el. Na, ugye? De visszatérve az aranyórára. Azt mondta, igen. Szóval ott te azt ellopod. Azt ellopod. Ott hiába te találtad meg, ott a lehetőséged megvan, hogy visszakerüljön az eredeti tulajdonosához, megállsz és fölmutatod, vagy odaadod a pénztárosnak. Hát de már nincs senki. A délelőtti előadáson hagyta el egy óvodás csoport. Na. Ez lopás? Ja, igen. A buci Breitling óráját a fejérét, vagy igen, óvodások. Véletlenül azt hozta el a gyerek. Igen, a svájci óvodások és a fejérét. Tehát már nincs ott, nem tudom neki vissza. Nem láttátok a Schaffhausenem? Nem láttátok a Rolex Daytonámat? Igen, és volt velem egy Patek Philipp is, igen. Na, szóval te ott azt visszaadhatnád a pénztárosnak, az lopás, Feri. Bárhogy szépítjük, ha te azt az órát fölveszed és elteszed, az lopás. Akkor te valakinek elvitted az óráját, mert a sansza meg lenne, hogy megtalálja, nem? De annak van, az a baj, hogy ha te a pénztárosnak adod vissza, és itt megint a rossz indulat, akkor elviszi a pénzt. Akkor elviszi a... Ez már csak a saját lelkiismereted megnyugtatása. Egyébként igen. Nem látszod, ott a hozzátartozom, hogy nagyon lelkis lett. Igen. Az ott, ami úgy mondjuk mindig doxával dicsérde a napot. Az idő és a tikotáj megy. Tehát fogom a Rolex Daytonát, és azt megnézem a pénztáros néni, huncuk a szemet, elvinni, nem adom oda, jó helye lesz ez nálam. Ugye, na ezek az érdekes kérdések. Akkor tudod, mit csinálok? Azt csinálom, hogy azt mondom, oda megyek a pénztáros nénihez, oda megadom a telefonszámomat neki, és azt mondom, hogyha valaki jelentkezik az óráért, adja oda a számomat, és én visszaadom.
Na, akkor ezzel kiszűrted a pénztáros csalafintaságát. Tehát az órát nem adod vissza, csak egy telefonszámot. Lehetőséget megadod, hogyha a tulaj jön az óráért, ugye? Akkor fölvet. Akkor fölvet. És te úgy fekszel, hogy milyen érdekes három számról volt. Nem vettem fel mindent, most már lefölt. A kutyafáját 4 órája repülőzemmódban van a telefonon. Aha. Milyen érdekes, megnézem, keresette valaki, tudod? Jaj, Istenem, elrontottam a saját számot. Az nem 8-as, hanem 3-as, a basszus, nem fog tudni visszahívni. De annyi egyébként mentségünkre szólva, ez még a rendszerváltás előtt történt. Tudjátok, hogy az egy fertő. Igen. Ugye a találásról azt mondja, hogy még tanultam ugye jogot, a találás, mint PTK, mi van? Van ilyen? Van, persze, hát az egy... De elnéztem az óra rá. Nem, tanultam. Nem elégszem, már mit tanultam. De azt tanultam, körülbelül bizonyos ideig, tehát életbe lép a tulajdonjog akkor, ha te ezt egy bizonyos ideig leadod. Tehát te találsz valamit, aztán leadod, bizonyos ideig ott tároltatod, majd ha nem jelentkezik érte senki, akkor a találás alapján egy bizonyos idő után átszáll rád a tulajdonjog, vagyis azt hiszem talán egy év volt, akkor még, mert ez már 90 vagy, amit te le kell adod, és utána, ha senki nem jelentkezik, és te minden megtettél, hogy azt az arany Rolex-et megtaláld a tulajdonos, akkor azután a tiéd lehet, de el kell, hogy teljen egy bizonyos időintervallum. Ezért érdemes, hogyha mondjuk a 6. keretben találsz valamit, azt mondjuk a 19-ben leadni. Persze, igen. Találtam egy Porsche Cayenne-t, leadom a 22-ben. És utána egy évig nem jelenik el, nem kezdjük érte senki. Na, drága hallgatók, legyen ez most megint az őszinteség fél órája. Én nem akarunk ítélkezni. Nem akarunk senki felett párcát törni. De ugye ez egy érdekes élethelyzet, és nyilván nem is értünk vele egyet, és azt gondoljuk, hogy meg kell tenni mindent, hogy az ember ne tegyen el pénzt, és ne vegyen ki a pénztárcából, de hát nem vagyunk szentek. Van például ugye Jani Mozis esete, amikor ugye szintén meg lehet mindent tenni. Mi volt az az összeg, vagy mi volt az a dolog, amit ti találtatok, és finoman szólva nem tettetek meg mindent, hogy visszakerüljön az igazi tulajdonosához, hanem lenyúltátok, eltettétek. Volt egy kis viaskodás önmagatokkal, hogy most tényleg kivegyem a pénzt és az üres pénztárcát adjam vissza, vagy az egészet, de végül győzött a kis ördög bennetek. Mekkora összeg volt, mit találtatok, és mi lett a tiétek? Kíváncsiak vagyunk. Amikor az ember nem mindig becsületes, hát van ilyen élethelyzet, így, nem? Találtatok egy teli pénztárcát, kivettétek belőle a pénzt, utána pedig felhívtátok a tulajdonost, hogy ugyan megtaláltatok a pénztárcát, de pénz már nem volt benne sajnos, viszont egy kisebb összegért még visszaadnátok a Hogy csinálják? Megélnek egy 5000-es. De okos vagy, hogy csinálja 100-ból 120-at, nem volt benne pénz, egy 20-asért visszaadom a papírjait. Most gondold meg azért, az mennyi utána járás az összes irat, és 20-as csak megér. Hát, ugye? Hányan csinálják ezt, hogy kiveszik a pénzt, és visszaadják az üres pénzt. Tehát csak azt mondják, én már így találtam, hát soha a büdös életben nem jössz rá. Na, írjatok, mekkora összeg volt, mit találtatok, és miért nem adtátok vissza, illetve ami érdekes lehet, hogy mivel magyaráztátok meg saját magatoknak, hát aztán van, akinél persze nem kell, mert annyira gátlástalan, de ha valakinél megszólalt az a kis, nem tudom, jótét lélek, hogy ad vissza, mit mondtatok magatoknak? Mint például, hogy gyanús a pénztáros néni úgyis lenyúlnátok. Így van. Aranyóra, ezeknek, minek? Mivel győztétek meg magatokat? Ezeknek elég tele vannak. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk az SMS-ekkel, Ákos híre jut, nem? 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, arról beszélgettünk ugye, hogy Szaúd-Arábiában láthatunk egy embert, aki elmegy egy bankautomatához, kivesz pénz, a bankautomata nem adja ki, kinyílik az eleje, és hát egy halom pénzzel szembesül az ember, aki aztán nem veszi el, nyilván ott is nagyon komolyan büntetik a lopást, tehát még komolyabban, mint itthon, nem mert elvenni, vagy nem akarta, vagy becsületes volt, és egyszerűen kihívta a rendőrséget, és őrizte a bankó automatát, hogy ne vigyék el a pénzt. Az nem lett, hogy félreértetés, ő volt a 100 000. Kuncsaft. De lehet, és ez volt az ajánlás. Igen. 100 000, és akkor kinyílik az automata, és annyit viszont, mint akar. És ugye azt a témát nagyon sokszor megcsináltuk már, hogy mekkora összeget találtál, és aztán végül is nem hagytad, hogy a kis ördög ugye megszólaljon benned, visszaadtad, visszaküldted, és örült a tulajdonos, adott, nem adott pénzt, vagy meghálálta. Viszont kevesebb szer beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor az ember nem tud ellenállni a benne munkálkodó kisördögnek, és bizony eltesz egy órát, eltesz 10-20-30 000 forintot, még megkockáztatom, tudja is, hogy ki hagyta el, vagy kié, de akkor is megmagyarázza magának a dolgot egy mondattal, és aztán elmegy valahova, és elkölti azt a pénzt, amit talált, vagy eladja azt a tárgyat, amit talált, és utána ugye elteszi a pénzt érte. Egészen megdöbbentő SMS-ek vannak, és van egy kettő nagyon tanulságos is, már-már, hát hogy is mondjam, ilyen spirituális mélységeket és mélységekbe hasítunk, mert hogy
Van, aki azt mondja, hogy bizony az élet hiába ad, ha te azt elteszed úgy, hogy nem kellene, akkor utána pár héttel venni. Később ugyanúgy el is veszi. Igen. Aztán nagyon sok olyan SMS van, aki azt írja, vagy nagyon sok SMS író van, aki azt mondja, hogy hát elköltötték a pénzt, de rossz ízzel gondolnak rá vissza, és megmaradt bennük, sok-sok évvel ezelőtt történt, és vettek belőle ezt azt, de azóta sem tudnak ránézni, mert hogy tudják, hogy valahogy úgy szerezték, hogy nem teljesen becsületes úton módon. Tehát érdekesek az SMS-ek. Én megpróbáltam egyiket felbecsültetni az órát, de bementem az órás, és megkérdezte, hogy loptad. És azt, onnan van hát, neked ilyen kis végig, aztán így elment. Végig miért látta a kis hurkapálcás esernyődet, érted? Nem, akkor még nem telt esetére. Láttam a kis zöld kornadrágodat, és azt mondta, hogy honnan van ez az arany, aranyszejkó. Akkor még egy cedrumos zacskot vágtam ketté, és azt engem 36 éve nyomaszt egy ilyen megtalált erekje, nem pénz volt, de a gazdájának nagyon sokat jelentett. Én meg eltettem, rohadjak meg. Írja valaki, nem írja. Írjátok le ilyenkor konkrétan, hogy miről van szó, mennyi pénz, mekkora összeg nagyjából, csak hogy tudjuk. Egy aranynyakláncot találtam egy szoláriumban, nem vittem el, csak elrejtettem a gép tetején. Egy hét múlva, amikor már gondolatom szerint nem kereste senki, kicsempésztem, életem legaljasabb cselekedete volt. Ugye milyen érdekes? Silány ez. Hát, de hogy aztán ezt most meg lehet jóni tényleg mindent, írjatok, mondjad? Hogy ezt még nem is úgy hirtelen, mert amikor hirtelen ott megtalad és zsebre teszed el, elviszed, érted, akkor ez tényleg még foghatod rá, hogy így elkapott a gépszín. Na de hogy elteszed, fölrakod az a tetejére, hát, egy igen. Hét múlva visszavész. Igen, nehogy amikor kilépsz, megtalálják. Na, te eltetted, és igen. Azt mondja, hogy bankautomatában találtam pénzt, eltettem, de visszamentem, cetlit írtam, lelkiztem napokig. Felhívtam az önkormányzatot, azt mondták, hogy a talált pénzt, ha leadok, nem adnak vissza, azt javasolták meg, hogy tartsam meg, kb. 80 000 forint volt, amit találtam bankautomatában. Egyszer horgászni indultam, és a kocsma előtt találtam egy pénztárcát, kb. 23 000 forinttal, minden ittam a barátnőmmel aznap este, szemét voltam, de ez van. Ez Zsolt küldte nekünk. Mi most nem ítélkezünk, csak kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy milyen, amikor az emberbe megszólal a kis sok esetben tényleg otthon ilyenkor az, hogy az ember megbánja és őrlődik, hát ti is így írjátok az SMS-eket, hogy bántott benneteket. Igen. 6 éves koromban a szemem látára rántott egy 500-ast a szomszéd a táskájából, akkor az volt a legnagyobb címlet. Ezt látta egy másik szomszéd is, felvettem a pénzt, és elkezdtem szaladni a szomszéd után, hogy a másik azt higgye, hogy visszaadom. Mikor mögé értem, kísértem egy darabig, majd megfordultam, és hazavittem a pénzt. Lett új 5 matchboxom. 6 éves, azért ez komoly. Szaladok, itt van, itt a pénz. Hiszem. Igen. A múltjáron 1 000 000 forintot találtam egy belvárosi fesztiválon, összetaposott, kissé szakadt borítékban. Csak egy név volt rajta. Lehet, hogy megkeresettem volna a gazdáját, de nem akartam. Mert már új gazdi találta pénz, aki jobban vigyáz rá. Milyen jókat találtam. Igen, én erre is kíváncsi voltam, hogy mi volt az érv, amivel saját magatokat meggyőztétek, hogy tedd el, ez már a tiéd. Hát mindenkiben ott van a kis ördög. Hát legyünk őszinték. Én vagyok az új gazdád, jobban fogok rád vigyázni. Beteszlek a bankba is. Így van, megfialtatlak. Szűsz nekem sok gyermeket. Igen, az új gazdi jobban vigyáz. 18. szülőnapomon találtam az utcán egy aranykarkötőt. Úgy gondoltam, ez Isten ajándéka nekem. Mégis csak 18 lettem, vagy mi a szősz. Mi is így gondoltunk már. Hát ugye ez az utcán találás az egyértelmű, hogy nem tudod kinek visszaadni. Tehát azt eltenni talán kevésbé bűnös cselekedet, mint amikor tudod, hogy kié, de úgy nem adod vissza. Ott van az igazi. Ugye, hogy mit csinálsz? Nekem is beugrott. Mi is azt hittük annak idején, hogy Isten ajándéka az óra. Én egyszer moziban a székben találtam egy pénztárcát, benne 25 000 forintot és 15 eurót. Oda vittem a mozi pénztárhoz, de rájöttem, hogy mivel semmilyen névre szóló irat nincs benne, ezért valószínűleg ők is eltették volna. Inkább eltettem, és a pénztárcát ott hagytam a mozi mellett egy padon. Ezt Bruno küldte nekünk. No, nővérem egy reptéren talált egy drága jómárkájú farmer kabátot, ahelyett, hogy leadta volna, felvette, és már abban utazott el. Azért az durva, amikor beülsz a tulaj mellé, nem? Ja. A 16. sor C-szék, és ott ül a csávó, kell, hogy... Király, mi? Na, akkor vedd le kis anyámra az én kabátomban rajtad. Az bátor, inkább bátor, igen. Egy másik eset, vásároltunk anyukámnál és a testvéremmel ruhákat. A kasszás nem ütötte fel az egyik pulcsit, amit venni akartunk. 15 000-rel kevesebb lett volna az összeg, de anyukánk szólt neki, és kifizette, hogy ne legyen mínusz. Hát ez rendes. Én a leadásban nem hiszek, írja valaki. Én egyszer találtam teli pénzzel egy bérlettokot valószínű. Cím és név akkor még rá volt írva. Nézegettem, és a sofőr azt mondta, hogy majd ő odaadja, mert ismeri. Azóta is bánt évek óta a dologra. Szerintem nekem kellett volna a címre elvinni. Valószínűleg a sofőr az eltette. A 90-es években egy BKV jegyautomatát találtam, ami kiköpte az összes jegyet.
el is raktam belőle, de hagytam benne a többieknek, és szóltam a BKV-nak. Ez Bali küldte nekünk. Találtam egy pénztárcát, volt benne 300 euró, kivettem a pénzt, és visszavittem a tulajnak, mert benne voltak a papírjai. Hát ez a klasszikus. Ez korrekt. Ezt sokan csinálják. Ez szép dolog. Szép dolog kivenni a pénzt, és visszavinni a tulajnak? Nem annyira. Hát, hogy visszavitte. Mi a szép? Nem, a korrekt és szép nem ezeket a jelzőket pénzt, használnám azért, azt János. A pénzt, azt megkapta volna, mint a becsület, és megtaláló. És csak előre elvettem. Aha. Az járt neki. Hát is csak erről az aranyórán. Nem a pénz, és a korrekciót használ. Az Isten ajándéka volt. Itt a név, itt a cím, visszaadhatnám az egészet, de te kiveszed a 300 eurót és visszaadod. Egyszer automatában vettem ki pénzt, és többet adott, mint amit fel akartam venni, levonni viszont csak annyit vont le, amennyit én szerettem volna, eltettem boldogan. Egy övtáskát találtam a főúton 16 évesen, benne 23.600 forint, egy svájci bicskával és minden papírral. Papírokat postán feladtam, táskával, mindennel együtt, bicska pénz maradt, akkoriban nagyon rosszul álltunk, és egy iskolatáskát vettem a pénzből. Hódmezővásárhelyen történt egy eset sok évvel ezelőtt. Egy férfi az autós kistáskáját felejtette az autója tetején, elindult a kistáska, leesett, ezt látta egy másik autós, aki felvette és utána vitte, de hiába nyomta neki, nem sikerült ledudálni az illetőt, utolérni emberüket, kintotta a táskáját, hogy címet keresen, 8 millió forint volt benne, győzött a kisördög, írja valaki, mint egy másik autósra töltött volna, győzött a kisördög, házfelújítás és egy kis befektetés lett belőle. De ez fölment, hogy te megpróbáltad? Utolérni, ugye? Mert hogy leesett a kistáska, nyomtad a gáz, de ilyen megijedt, elment, tehát hogy akkor úgy könnyebben teszed el a pénzt? Hát igen, ha nem érted utol. Hogy én megpróbáltam, szerintem... elment a haver, kész, vége. Nem, ez szerintem ez hülyeség. Ez nem Isten jele, hát mint az aranyóra? Ja, de ez Isten ajándék volt. Ja, az igen, mi? Ne, figyelj, mész, utána látod a rendszámot, tehát bemész egy rendőrkapitányságra, és megmondod az autónak a rendszámot, fel szeretnéd vele a kapcsolatot venni, mert találtál pénzt, ami valószínűleg ez az autó. Tehát, hogy itt azért... Millió forint azért nem egy aranyóra. Igen. 20 éve Rómában a Szentpéter Bazilika leghíresebb részén a Sixtus kápolnáma kiesett egy turista zsebéből egy összegyűrt papírpénz, ahogy kivette a zsebkendőjét. Én klasszikusan ráléptem és vártam. És ott állsz egy óra. Felvettem és berongyoltam az első WC-be megnézni, az akkori legnagyobb pénz 500 márkás volt. Lelkiismeret furdalásom volt, de az öröm annál nagyobb volt, ezt István küldte nekünk. Múltkor megtaláltam Jani tárcáját, de megsajáltam szegényt, volt benne tű és cérna, viszont olyan kevés pénz volt benne, hogy beletettem 5000-es, és leadtam a 18. kerületi altán. Nagyon szépen köszönöm, urkapárcát vettünk belőle, jó sokat. Hogy meg tudjátok csinálni az új esernyőt. Általános iskolában találtam egy 100-as az osztályteremben, pont annyi kellett a Lutra albumomhoz. Jó, de gyönyörű. Jobban körbenéztem, az egyik osztálytársam zokogott, hogy nem találja a 100-asát. Kis álkeresgélés után leszaladtam a könyvtárba, és megvettem az albumot. De szeretem, nagyon helyes. De milyen jó álkeresés. Hova tehetted? Szegény ki, hova tehetted? Jaj, de aggódom, érted? Testvérem talált 50.000 forintot a parkolóban, eltette, rá két hétre egy boltban ott hagyta a tárcáját, és üresen adták vissza, majdnem pont annyit loptak el belőle akkor. Ez milyen érdekes, nem? Hogy hol volt a pénz, én ezt nem értem, tehát mi van? Nem érdekes. Nagyon egyszerű, csak talált 50-et, és az élet elvett tőle. 50-et. Tehát, hogy nagyjából amennyit ő eltett, ugyanannyit elvett tőle az élet. Uh-huh. Egára hozta ki. Igen, mert hogy az nem járt neki, mert ő lopta. Tehát tőlünk vett el órát a sors? Nem. Akkor az járt nekünk. Érzem, ez az óra nagyon jó, ha nem. Nem. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Ciao. Sziasztok. Hello. Ricsi, na veled mi történt, Ricsi? Én benzinkúton dolgoztam a 90-es években. Benzinkúton, igen. Volt köztünk egy megállapodás, hogyha bárki ott hagy pénzt, a visszajárót nem teszi el, vagy elejti, akkor amíg ki nem megy a placról, addig visszajön, akkor visszakapja, ha onnan kimegy, utána hiába jön vissza, nem kapja vissza. És így volt egy úriember, aki tankolt, én néztem a üvegfalon keresztül, hogy tankol, bejön, fizetett, majd kiment, lemosta még a kocsi ablakát, csak közben a briskot felrakta a kocsi tetejére. És imádkoztam, hogy ülj be, menj ki, esj le, és megtörtént, leesett a kanyarba, én szépen kimentem, felraktam, elraktam, és aztán este osztottunk. De azért tudod, hogy ez nem szép dolog. Hát az sem volt szép dolog, menjünk, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a benzinkutakon leadót kell adni. Tehát nekünk a 90-es évek közepén 12.000 forint volt a minimálbér, ez volt a fizetésünk, de napi 1.000 forint leadót kellett fejenként adni. De arról nem az az ember tehet, akinek ti nem szóltok, hogy ő elhagyja a pénzt a kocsi a tetején, nem? Én ezzel nyugtattam magam, hogy ha az ilyen leeső pénzeket nem rakom el, akkor konkrétan nem keresek semmit. És mennyi pénz volt a táskában? 6000 forint volt, ugye fizettek, és utána még 6000 forint volt benne. 6000 forint volt benne. 96-ba volt. Hát akkor azért az...
Hát 12 000 volt mondom a minimálbér, dolgoztunk 15-16 napot egy hónapba, annyit fizettünk ki a kútnak, 15-16 000, tehát magyarul, ha nem tettünk volna ilyeneket el, akkor talán még mínuszba is lettünk. Jó, hát most ez a témánk, nem akarunk senki felett ítéletet mondani, de nyilván azért ezt elítéljük. Meg rengetegszer volt, nem támogatjuk, ugye, akkor csúnya dolognak tartjuk. Akkor jött be a 20 000-es, és rengetegszer volt akkor a váltáskor, hogy ugye bejöttek az emberek fizetni az új 20 000-essel, én 10-ig visszaadtam, majd ők sarkon fordultak, ugye, és ott hagyták. De azért ez rohadékság, tehát átvágni embereket úgy, hogy ott áll előtted. Nem átvágtuk, csak ott felejtette. Hát mit? Megfordult, elment, én vártam, kiabáltam utána, ő nem hallotta. Nem. Ez szép ideológia lenne azért, hogy nem átvágtátok, ti ezeket az embereket átvágtátok. Nem? Tehát ha én nem tudom, hogy mennyit adtam, akkor is neked azért ugye kötelességet szól, hogy uram, ennyit adott, van, nem annyit, adok vissza. És akkor igen. Én kiabáltam neki, ő nem jött vissza az ajtóból. A gondom ilyen hangosan kell. Igen. Miután becsukódott az ajtó utána. De látod, az SMS-ekből kiderül, amit az élet ad, azt elveszi, úgyhogy tessék vigyázni. Tessék vigyázni. Azóta nagyon figyelek. Köszi, hogy elmondtad. Figyelj. Ciao. Hello. Ez rohadékság, nem? Tehát végignézi, hogy esd le, az kemény. Van egy másik SMS, szintén erről szól. A postán a főpénztárban egy borítékban 1,5 milliót találtam. Hazavittem, nem mertem elkölteni, de nem is adtam vissza. Egy hónap múlva a férjemet baleset érte, és fél évig nem tudott dolgozni. Pontosan 1,5 millát veszítettünk ez alatt az idő alatt. A sors megoldja a dolgokat. A pénzt aztán leadtuk a postán. Egy néni megtakarítása volt ráadásul. Na. Hát reméljük, ezt az előző Ricsi is hallotta, hogy a sors megoldja a dolgokat. Vigyázz, Ricsi. Ugye, Ricsikém? Mm-hmm. Ugye, Ricsikém? A sors azért ezt rendezi, igen. Na, hát érdekes SMS-ek vannak azért. Ki így, ki úgy dönt, de a kis ördög mindenkiben megszólalt azért. Megmutatjuk a beugrót a hármas ugrással? Menjen! Megmutatjuk, jó, hogy mi a beugró, figyeljetek, ha valaki játszana velünk. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Akkor ezt kell kitalálni. A Viktor most már ráment arra, hogy csak ezek a mutassuk meg még egyszer. Hát, drága hallgatók, nem egyszerű. Írjátok meg, mit hallottunk. Jó? Egyébként nekem még mind a mai napig megvan az óra. Ha valaki megmondja 30 év távlatából, hogy melyik moziban történt, és hogy milyen márkájú az óra, én visszaadom. Júj, de király vagy, 30 évvel ezelőtti órát, ha valaki megmondja, hogy hány rovátka van. Kicsit kibekeltem, hát most nem bántam sokat 30 órát. De most előjöttem. Igen. 8 óra múlt, 9 óra lesz, 5 perc múlva várjuk a friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Kilenc óra múlt. Atya Isten, magam, én vagyok ilyen hangos? Hát nem nyúltam a fülesem, ez miért lett ez ilyen hangos? 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello Jani. Hello. Ti meg nem vagytok adásban. Aha, most már igen. De most már itt vagyunk. Kicsit kimegy pisilni, te meg rögtön. Furcsa anomáliák történnek. Sok kitkentél bele, mi? Nem, letettem a fülesemet, kimentem a vendégünkkel beszélgetni, visszajöttem, és ilyen 6000 decibellel hangosabb vagyok. Ti is? Igen. Nem tudom, hogy mitől. Valaki rácsapott a pultra, vagy Zsül? Csináltál valamit a pult alatt? A kis kezed kérdem? Ilyenkor egy pici kis önállóságot érez, és össze-vissza tologatja itt. És azt mondja, mik ezek a gombok itt? Mik ezek a kis potvéderek? Mit szokott ő is ülni? Azt hiszem, ezt tolja föl, vagy ezt húzza le? Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Hát még mindig özöllenek az előző órához, az előző témánkhoz a kis írományok. Mindenki próbál könnyíteni a lelki ismeretén. Jó téma volt szerintem. Jó volt. Szerettük, ugye, hogy ki mit vett el, hagyta, hogy a kis ördög megszólaljon benne, és tette valamit úgy, hogy nem szabadott volna, de még és hát az ember gyarló, legyünk őszinték, nem csak abból áll a világ, hogy mindent visszaadunk, meg mindent, amit megtalálunk, megpróbáljuk odaadni a tulajdonosának, vagy volt tulajdonosának, néha az ember ezeket elteszi. Hát ez... Hát van ilyen. Van ilyen. De egyébként nem szabad ilyet csinálni, látom, hogy nagyon sok becsületes elhagyó jelentkezett az óráért, amit találtunk annak idején ment a moziban. Hát, már például 30 féle különböző moziból, 50 féle különböző óramárka, kinek a nagymamája, nagypapája, öcse, húga, nővére veszített el. Van egyébként olyan is, hogy egy számról több különböző megoldás. Az enyém az óra, az enyém az óra. Gyerekek, menj ajánljátok be, amit a Jani mond, már rég nincs meg belőle. Eladták és vettek belőle 400 leértéket, esernyőt, két régi vasalót a Keravilban.
mert három darab izé, nem tudom mit. Tudjátok, én egy lőrinci proli vagyok, nekem a réz is arany. Eladta az aranyát, 1000 forintért van izének. Vezetékesnek, úgyhogy az már nincs meg, gyerekek. Na, azt mondja, hogy... Jó, az a Solt és Terezső érje valaki, jó, ez az új Sers szám, nagyon jó volt a Zorán, ó, egy jó Avanci. Azt hiszem, mi szólt eredetileg. Ó, bent volt egy Sting is? Igen, és ahelyett ment le. Valaki félre nyomott. Egy jó Sting, ráadásul az egyik jó Sting, igen. Azt szeretjük. Na, van egy friss közlekedés, kérdezem én magamtól. Van Bali, olvasd be? Nem, van beolvasva. M1-es autópályán a Győr felé, a mosoli lehajtónál, a 160-as kilométernél egy 3,5 tonnás kis terautó az oldalán fekszik az árokban, szegény. Óvatosan kanyarodjon mindenki, ezt Gábor küldte nekünk. Aztán az M2-esen a forgalom már helyreállt, nincs torlódás, úgyhogy lehet haladni, én is hasítok, mint a szél, ezt Balázs küldte nekünk. Köszönjük szépen, hogy elküldted. Nézzük, mi van még. Az M5-ös 142-es kilométerénél Szeged felé trafiznak, valamint Csökmő és Darvas között, hát mi az Csökmő? Csökmő? Csökmő. 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 Csök holnap. Na jó. Na jó. Darvas között a 47-es úton két kutya rohangál, vigyázzon, mindenki, nagyobb baleset veszély. Könyves Kálmán körút a Népligettől a Lágymányosi hídig beállt, Zoli küldte nekünk, aki Ausztriába készül, nagy köddel és hóval számoljon. Március közepén ez szemtelenség. Budakeszi Szél Kálmán tér 1 óra 40 perc, Nagyatugó, Tiszafüred, Poroszló között pedig rendőr radziázik, úgyhogy vigyázzon mindenki. Na, mondd, mit akartál, sohajtottál. Ja, nem, semmi se vagy, hogy csak most csökönöknek. Csök, mi csökönöknek. Csök tőlünk. A csöktölünk. Vendégünk van itt a stúdióban egy olyan ember, aki, hát, nagyon kevés időt tölt itthon, mert állandóan jön, megy, folyamatosan forgat, és mi szájtátva hallgatjuk az ő bejelentkezéseit, mert nagyon izgalmas helyszínekre látogat el, olyan helyszínekre, ahova, hát ahogy szokták volt mondani, a halandó ember ritkán tud bejutni. Hát meg nem akar, tudod. Meg sokszor nem akar elmenni, meg sokszor talán a saját életét jobban félti, viszont Novák András, aki eljött hozzánk, ismét izgalmas helyen volt. Hello András, jó sziasztok, reggelt! Sziasztok, jó reggelt, sziasztok, sziasztok. Nem tudom, egyébként nem feltétlenül jó az izgalmas szó, az érdekes, talán azt is mondhatjuk, hogy a szomorú talán jobb jelzők, hogy hát nincs nap, hogy ne hallanánk a menekültekről. Ez egész egyszerűen nem tud úgy az ember eltölteni napot, hogy ne hallaná, ne olvasna valamit. És te most úgy döntöttél, hogy elmész Törökországban, és megnézed, hogy hol élnek ők, ugye? Vagyis meglátogatsz egy menekült tábort. Igen, egy egészen más oldalról szerettem volna bemutatni. Ugye eddig mindig azt mutattuk be, hogy ahogy vonulnak Európa felé. De azért azt ne felejtsük el, hogy 4,5 millió menekült Szíria környékénél, ebből 2,5 millió Törökországban. Ez egy hosszú levelezés volt a török külügyminisztériummal, amíg végre beengedtek egy ilyen, sőt, 3 különböző táborba mentünk be. Ami különleges, hogy ez rögtön a szír határ mellett van, tehát ott a háború van, és amikor mondtad, hogy milyen jelzőt kéne találni ezekre az utakra, akkor most én nem gondoltam volna, hogy most mondhatom, hogy veszélyes út volt, mert bármilyen hihetetlen, amikor 5 kilométerre voltunk a határtól, akkor az Iszlám Állam elkezdte lőni azt a várost, ahol jártunk, ez a Kilis nevű település. Az Iszlám Állam átlő Törökországba? Igen, ez nagyon megszokott dolog? Nem. Hónapok óta nem volt átlövés, tehát nem lőttek át katyussákat, ezek ilyen régi szovjet típusú katyussák, és ami hihetetlen, hogy az első 3 nem talált, az délelőtti rakéta volt, és valószínűleg ilyenkor bemérték, hogy hova ment be, és ezután kiszámolták, hogy hogyan kell lakott területre, és valóban sikerült nekik. Nagyon szomorú a történet, mert egy 4 éves kisfiú és egy 50 éves nő meghalt, 80 nagyon súlyosan megsérültek, azon a kivonult a török rendőrség, 5000 embert evakuáltak, hát nem lehetett tudni, pánik volt. Hát ilyenkor mit csinál a riporter? Megráztuk magunkat, oda mentünk és bejelentkeztünk az esti startba. Hát nem tudsz mit csinálni, hát ha pont ott vagy. Tehát azért mentünk, hogy menekülteket forgassunk, és belecsöppentünk egy olyan támadásba, amit az iszlám állam. A törökök mondanak, mit mondanak, hogy az iszlám állam miért lő át a határon a törökök felé? Hát ahogy mondod, ez eddig nem volt megszokott. Ez nem volt megszokott, folyamatos a konfliktus. Tehát a török légierő, bár nincsenek róla hírek, folyamatosan bombázza az iszlám állam állásait, tehát folyamatosan járőröznek, egyfajta hergelés is megy. Tehát ezek a repülők, illetve a török légierő F-16-os folyamatosan átmennek szíriai területekre, és nézik az embereket. Először is azért, mert vannak menekültáborok a szíriai oldalon, amelyekben nagyon sok pénzt fektetett a török kormány, azokat védik is egy szempontból. A másodszor pedig nem lehet az ilyet választ nélkül hagyni, tehát ilyenkor azonnal mennek a török légierő, és azonnal bombáznak, amit csak lehet lőnek ilyenkor. És milyen állapotokat találtatok a menekültáborban Törökországban? Igen, ez nagyon furcsa volt, mert nem tudjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor 3-4 évig sátorban, konténerben élnek emberek, és igazából ez érdekel.
nem, illetve hogy hogy kezelik a törökök a ekkora, tehát 2,6 millió emberről beszélünk, akiket nap mint nap eltartanak, tehát etetnek, pénzt adnak nekik, villany, a villany és a víz ingyen van a menekültek számára. Hát nagyjából úgy kell elképzelni, egy konténer akkora, mint ez a stúdió, tehát mit tudom én, egy ilyen 4 méterszer 3 méter, 4 méterszer 4 méteres konténerben 10-12 ember lakik, valóban van egy nagyon pici vécé, egy fürdőhelység, egy pici konyha, de hát egy szobában 4-en, 5-en, 6-an alszanak, emellett készpénzt kapnak a török kormánytól, tehát kifejezetten segítik őket, tehát úgy gondolják a törökök, hogy nekik ez feltétlenül szükséges, de már nem bírják, hiszen folyamatosan jön a hullám, és ugye nem Törökországból jön a hullám, tehát azért látnunk kell, hogy mi itt úgy gondoljuk Európában, hogy Törökországból jönnek át, de hát a törökök is megkapják az iráni menekülteket, a pakisztáni menekülteket, az iraki és a szíriai menekülteket, a többiről nem is beszélve Észak-Afrikából, ugye Marokkó, Tunézia most onnan is elindultak, szóval nekik is valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, nem nagyon tudják, és ezért döntenek úgy a menekültek, akik nem férnek be ezekbe a menekültáborokba, hogy nekivágnak annak a hihetetlen halálos útnak, ugye az égei tengernek. De azért nem lehet cél egy menekült tábor, vagy egy menekültnek, hogy mondjuk egy sátorban, vagy egy ilyen konténerben lakjon. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy ők azért mennek át, hogy ott majd meghúzom magam, és utána visszamegyek Szíriába, vagy ez a céljuk? Igen, ezt is megkérdeztem tőlük. Tehát ez nagyon fontos szempont volt. Szerintem ez minket is érdekel itt Európában, hogy ez a nagy tömeg tovább akar eljönni, vagy tetszik nekik az a tábor is. A legtöbben azt mondták, hogy ők szívesen maradnak a táborban, mert nagyon közel vannak a hazához. Tehát azért ez körülbelül olyan, mintha nem tudom, 5 kilométerre lennénk a magyar határtól például Ukrajnában, akkor azért nagyon úgy érzed, hogy nagyon közel vagy a hazához, és ők nem akarnak eljönni. Tehát nem akar rend lesz, akkor visszamegy. És nagyon arra számítanak, hogy rend lesz nem sokára. Tehát én azt gondolom, hogy, és most már talán egy pici lépések meg is történtek, ugye az oroszok tegnap bejelentették, hogy felfüggesztik a katonai akciót Szíriában, tehát történtek olyan lépések. Hát a légierő marad, meg a kiszolgáló személyzet is. Igen, tehát bombázások lesznek továbbra is, viszont nagyon sokan azt mondták, hogy azért jöttek el, mert az oroszok bombázták az ő területeiket, bombázták az ő földjüket, és ezért jöttek el. Akik egyébként most jönnek Szíriából és Irakból, ők nem a menekült táborokból érkeznek, ők átjönnek a határon, átszöknek a határon, és már jönnek is tovább. Ugye Nyugat-Törökország és utána az égei tenger. Most nagyon sokszor forgattál már a menekültekről különböző helyszíneken, de most mégis visszamentél. Mi volt az az új dolog, amit még meg akartál mutatni, vagy mire voltál kíváncsi? Magára a menekült táborokra, hogy milyen ott az élet, hogy zajlik, hogy néz ki mondjuk egy szíriai menekült egy napja egy török menekült táborban? Nem reklámozzák a törökök a menekült táborokat. Mi voltunk az első magyar stáb, akit oda beengedtek, tehát ez mindenképpen újdonság volt. A másik szerettem volna megnézni, elmentünk Bodrumba, hogy az embercsempészek hogyan veszik fel a kapcsolatot az odaérkező menekültekkel. Utána mi át is komposztunk, hát bármilyen hihetetlen, akivel én délután beszéltem pakisztáni, hogy mit csinálnak az embercsempészekkel, őket átvitte az embercsempész, én beültem a komba, és nagyon egyszerű az Európai Uniós útlevelemmel átmentem Görögországba egy óra alatt, és utána másnap ott találkoztam ugyanazokkal a pakisztániakkal, hogyan csempészik át őket. Tehát ez volt egy érdekesség, ebből lesz még néhány film, tehát én arra gondoltam, hogy ugye ez a kritikus rész, eleve Törökországot tartom az egész menekültválság alfájának és omegájának, tehát oda jönnek az emberek, onnan jönnek be az Unióba. Az égei tenger ugye a legkritikusabb terület, és innentől szerettem volna megmutatni, hogy mi történik. Az, hogy Idomeniben mi történik, azt látjuk, mert kint van 30 stáb, itt az égei tengeren nem nagyon vannak stábok, illetve nagyon kevesen forgathatnak török menekültáborban. Visszatérve még igen, pont a menekültáborra, tudtál esetleg interjút készíteni valakivel, ugye ezt nekünk nagyon nehéz egyetlen elhinni, átgondolni, vagy belegondolni, milyen lehet az ő életük, de nem tudják, mikor mehetnek vissza. Nem tudják, hogy mennyi ideig tart a háború. Felkelsz egy menekült táborban, mondjuk van két gyereked, és mi történik velük egész nap? A gyerekeket iskoláztatják? Foglalkozik velük valaki? Hát itt 2 millió emberről beszélünk. Hát ennyi gyereket nem lehet elküldeni iskolába, nem lehet megszervezni. Vagy sátranként egy tanító, egy török tanító kimegy, és 30 gyerekkel leül ott valahol a semmibe, és elkezdi őket mondjuk írni, tanítani. A gyerekek a kritikus kérdés egyébként. A történetben gyorsan két történet. Találkoztam egy fiatal édesapával, nagyjából velünk egy idős. Szírekkel? Igen, és azt mondta, hogy most született meg a kis fiam, aki most 5 hónapos, szír állampolgársága nincs, de törököt meg nem kaphat, és most jöttem rá, hogy akik az elmúlt években a török táborokban születtek, idézőjelben a senki földjén, nem létező állampolgársággal nőnek fel ezek a gyerekek, mert ugye szíriai még nincs, török pedig nem lehet, mert egy menekült táborban vannak. A török kormány előtt egyébként, ha az oktatásra kérdezel, le a kalappal, 400 ezer gyereket tanított. Ezt úgy oldották meg a táborokban, hogy ilyen konténerekbe a menekültek között lévő tanárokból verbúváltak
komplett tanári kart. Ezt úgy csinálták, hogy létrehoztak egy iskolát, kineveztek az élére egy török iskolaigazgatót. A tanárokból, hát konkrétan a kilisi táborban 160 tanár tanít, ebből 15 török, aki törökre tanítja a tanárokat és a gyerekeket, és a 160 tanár egészen a 3 éves kortól, tehát óvodásokig, egészen az érettségig, ráadásul a törökök elintézték azt az érettségi rendszert, hogy a szírek által letett érettségit elfogadják a török egyetemeken, uh-huh. és bizony már vannak olyan menekült szír fiúk, lányok, akik elvégezték az leérettségiztek, és a pontjuk által bekerültek török egyetemekre. Tehát azt mondták a törökök, hogy a legnagyobb veszély abban van, hogyha ezeket a muzulmán gyerekeket nem tanítatják, mert a szélsőséges, és tulajdonképpen az a terror legfőbb alapja, ha ezeket, hogy ezek a gyerekek nem lesznek tanítatva. Hát igen, meg a szír menekültek, egy nagyon értékes ország, nagyon értékes embereiről beszélgetünk egyébként, tehát orvosok, közgazdászok, ügyvédek, hát hihetetlen agyak vannak hihetetlen, egyébként a szírek hát, között, hát nagyon iskolázottak, nagyon a értelmesek. A statisztikák szerint Szíriában az egyetemet és főiskolát végzettek aránya magasabb, mint Magyarországon. Így van, hát azt mondja, hogy nagyon értékes népről, nemzetről beszélünk egyébként. Hát ezt ki is használják a törökök, így van, ki is használják, és ezt jó értelemben mondom, tehát hihetetlen, hogy minden egyes menekült táborban, egy 15-20 ezer fős menekült táborban 4-5 ezer fős iskolákat működtetnek, és tényleg bementünk, ahol számítógépek vannak, vetítők vannak a gyerekeknek, és azt mondták, hogy nem kényszerítik a gyerekeket és a tanárokat, hogy tanuljanak törökül, egyszerűen csak lehetőséget adnak, illetve hogy lefoglalják magukat, ugye pontosan azért, hogy ne menjenek el az extremitás irányába, nehogy véletlenül terrorista váljon belőlük, ez egyfajta talán nemzetbiztonsági kérdés is Törökországban, meg egyáltalán jövőképet mutassanak. Lehetőségük van? Nagyon érdekes, ugye a felnőttek otthon ülnek, és hát a nők mosnak, főznek, saját üzletek vannak a menekült táborokban, ahova mehetnek vásárolni. Leginkább az igazság, hogy unatkoznak, és nem tudnak mit csinálni, ez egy elég nagy probléma. Néhány ember szabad kibejárás van a menekült táborokba, tehát nem nincsenek bezárva, amellett, hogy szöges drótok veszik körbe, privát biztonsági szolgálat van, szöges drótok fölött kamerák vannak elhelyezve, szóval nagyon-nagyon vigyáznak rájuk, mondják, hogy nincs is semmilyen bűncselekmény, nincsenek, tehát ezek a menekült táborok ilyen szempontból biztonságosak, de hát nem tudnak mit csinálni, mindenki arra vár, hogy hazamehessen, tehát itt az valószínű a nagyhatalmak szempontjából a szíriai konfliktus megoldása lehet majd az, amikor rengeteg szír menekült hazamehet. Az összes többi menekültről ugye most nem tudok nyilatkozni, amikor Bangladesből, Sri Lankáról, Pakisztánból érkeznek ide, mert ők ugye hallják, hogy jaj, megnyitott a kapuit Európa, oda még nem jutott el az információ, hogy közben lezárták a határokat Idomeninél, vagy az osztrákoknál, vagy a németeknél, és az áramlás még mindig tart. De ha valaki szeretne integrálódni török társadalomba, akkor azt meg tudja tenni? Mondjuk esetleg volt egy kis készpénze, úgy jött át, és azt mondja, hogy én nem akarok itt élni, én tudok mondjuk törökül, munkát akarok vállalni. Akkor kimehetsz a táborból, és azt mondod, hogy hello? Hát sokan be sem mentek a táborba, tehát aki jobb módúak voltak, és mondjuk egy kis porolt pénzzel érkeztek meg Törökországba, azok rengeteg üzletet vásároltak fel, tehát konkrétan megvettek cipőboltot, kebabost, stb. És bizony szírek foglalkoztatják, tehát a déli településeken, az utcán már két nyelven beszélnek az emberek, és ezt egyáltalán nem úgy értékelik a törökök, hogy eljöttek, hanem hogy is mondjam, nagyon jó viszonyban volt Szíria meg Törökország. A törökök úgy tekintenek a szírekre, mint egy kicsit a magyarokra, hogy ők is az ottomán birodalom egy része voltak anno. Ezt én is mindig megmosolyogtam, hogy akkor mi is egy testvérek és barátok vagyunk, tehát a törökök így nyilatkoznak a magyarokról, de valóban a szírekről is így beszélnek, és ez nekik egyfajta gazdasági segítség, illetve hát kihasználják ezt a lehetőséget, hogy nagyon sokan pénzzel jöttek, és befektettek és beruháztak Törökországban. Hogy találkozik egy család magával az ember csempészekkel? Tehát ott állnak a parton, fogják a gyerekeket. Nem. Buszok. Tehát ezt úgy képzeld el, mint a Népligetnél megérkeznek a távolsági buszok, hiszen a menekült, a Törökország iszonyú nagy 2500-3000 kilométert buszoznak keletről, délről, amire eljutnak Nyugat-Törökország, Izmir, Bodrum. És a buszpályaudvarokon bizony már az ember csempészek tudják, hát leszáll 10 darab iraki, vagy 30 darab iraki, meg 200 pakisztáni, meg 100 iráni, egyből tudják, hogy oda kell menni. Itt és itt a találkozó hely, este 8-kor, 10-kor mindig sötétedés, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem nyílt színen zajlik ez az alku. Oda mennek és megmondják, hogy például mostani tarifa az 1000 euró. Fejenként? Igen. Igen. Tehát ez 1000 euró fejenként, hogy kapsz egy darab mentő mellényt, 11 darab mentőcsónakot, amiben aztán sose ül bele ugye az ember csempész, csak útnak indít benneteket, hogy ott a part, az már Görögország, tessék elindulni, ugye? Elviszik őket egy olyan partra, amiről egy eldugott részre, ott megmutatják, hogy ott vannak a fények, hiszen ez az 5-10 kilométer, azért ez látható. Tehát a görög szigeteken a fények láthatóak. Abba az irányba tessék el
tekerni, azt vagy van annyi benzin abban a kicsi motorban, ami a gumicsónakban, vagy nem, ha nem, akkor itt vannak az evezők, húzzatok odáig, általában 2-3-4 óra át lehet érni. És most, hogy megjött a jobb idő, nagyon sokan indultak el megint, tehát a télen azért csökkent a szám, mert hullámzott a tenger, nagyon hideg volt, ha beborultak, tényleg problémás. Tehát most is láttunk olyat, hogy amikor kijönnek a vízbe, azért a víz most is hideg, tehát 10-12 fokos, tehát azért nem nagyon jó beleborulni ezekbe a történetekbe. Az embercsempészek pedig ezt kihasználják, tehát nagyon uralják a nyugat-törökországi területet. Ez egy nagyon kemény maffiáról beszélünk. Hát gondoljatok bele, hogy ha 10 000 ember elmegy és 1000 eurót fizet, az 10 millió euró per nap. De ha 1000 ember, akkor 1 millió euró per nap. Tehát hihetetlen nagy pénzről beszélünk. Nagyon uralják ezt a területet. Tehát ezért nem tetik meg a menekültek, hogy leszállnak a buszról, vagyunk 10-en, veszünk egy gumicsónakot 2000 euróért, és tulajdonképpen fejenként akkor 400-200-300 euróért átevezünk magunknak, mert az embercsempészek fogják. Tehát ez egy nagyon kemény maffia, amelyik fogja ezt a területet, hogy hogyan lehet áthajozni a görög szigetekre. Tehát nincs ilyen, hogy akkor Törökországban veszek egy 4 személyes gumicsónakot, és aztán pedig mi útra kelünk, mert az embercsempészek ott lesznek a parton. Így van. A török hatóság miért nem próbálja ezeket a csónakokat megállítani? Na, nagyon tehát jó ugye ők alkudoznak Európából, hogy ennyi és annyi pénzt kérnek, meg próbálják zsarolni az uniót, meg eurómilliárdokat kérnek, ugye, hogy segítsen nekik az unió. De hát akkor cserébe például ezeket a csónakokat meg lehetne állítani. Úgy tűnik, hogy nem akarják megállítani, nem? Hát nyilván egy hosszú partszakaszról van szó, és nem tudnak mindenhova őrt állítani. Miért nem állítják meg a csónakokat? Ez pont olyan kérdés, hogy miért nem állították meg eddig a szerbek, a macedónok, a szlovénok, mert senki nem akar. Tehát ha te megállítasz menekültek, akkor ott marad nálad? Ott gyülemlik fel. Nagyon csúnya szó úgy emberekről beszélni, de nincs erről szó. Tehát amikor a macedónok azt mondták, hogy megállítják a menekülteket, akkor igazából egy országgal szúrtak ki nagyon, Görögországgal. Ez ugyanolyan, amikor a magyar kerítés megépítettük, akkor a szerbekkel szúrtunk ki. Amikor a szlovénok mondták, akkor akkor Horvátországgal szúrtak ki. Tehát mindenki az alatta lévő országgal szúr ki. Lehet ezt azt mondani, hogy ez fél megoldás, vagy talán egész megoldás, de a görögök nem fogják sokáig bírni. Hát most 35 ezer menekült bóklászik Görögországban. A törököknek pedig ugyanez, ha visszatérve a kérdés elejére, tehát a törököknek pedig ugyanez a teóriájuk. Valahol muszáj engedjük, mert azt mondják, hogy eltartanak már 2,6 millió embert. Hogyan tartsak el még minden nap 2-3 ezer plusz menekültet? Hova tegyem őket? Tehát én megállítom, a mi szempontunkból azt megállította a törököket. Nem mit csináljon velük? Hova tegye őket? És mit csinálnak Görögországban? Partot érve, onnantól kezdve bóklásznak? Nagyon... És most, pénz nélkül, igen. Sokszor iratok nélkül, euró nélkül, ők mit tudnak csinálni? Nem bóklászhatnak, tehát most már hihetetlen, de magyar rendőrökkel is találkoztunk. Ki van írva, amikor partra szállsz, hogy akkreditáció, merre kell menni, láttam körülbelül ilyen fotósorozatot. Így van, összeszedik őket a rendőrök, elviszik őket regisztrálni, fotót készítenek, új lenyomatot vesznek. Tehát egyfajta regisztrációt csinálnak, ez nem tudom, hogy mennyire felel meg az Európai Unió regisztrációs eljárásának. A görögök most tudom, hogy nagyon nagy bajban vannak, mert nem tudják, hogy mit csináljanak velük, mert ugye hivatalosan vissza kéne toloncolni Törökországba, de Törökország nem fogadja be őket, hiszen még ez az EU-török megállapodás nem született meg, erre a hétre ígérték. De ha tovább engedik őket, ha ott tartják, most vannak segélyszervezetek, tehát enni, inni kapnak, a családokat eltartják, hogy van orvosi ellátás, tehát a Medicine Sans Frontier ott van, a Human Rights ott van, tehát azt kell, hogy mondjam, a UNHCR rengeteg emberrel van ott kapnak, de ha bent tartják maguknál őket, akkor tovább gyűlik a tömeg, és ez egyfajta megint felkérés táncra, hogy jöhettek nyugodtan Görögországban, majd ellesztek. De a görögök azért is vannak bajban, mert most már kormány olyan kérést tett az emberek felé, hogy gyűjtsenek élelmiszert a menekülteknek meg, mert tényleg a városokban, a falvakban bóklásznak, és nem tudják kezelni ezt a szituációt. Van erről bármilyen szám, hogy hány embert eresztettek úgy célnak, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak? Tehát regisztrálás nélkül, vagy regisztrálták, de azóta nincsenek meg, és vannak valahol, hát elképzelhető adatokat. Nagyságrendi van, ugye Idomeninél 14 ezer ember volt, ebből 2000 elindult Macedóniába, tehát most olyan 12 ezer ember lehet ott, emellett még 20 ezer embert regisztrált Görögország, tehát nagyjából most 35 ezer. De ez minden nap változik, hiszen minden nap érkezik 1000-2000-3000 Törökországból Görögországba. Na most ez a hullám az nem folyamatos, mert a komp, amelyik összeszedi a szigetekről a menekülteket, az kb. 3-4-5 naponta érkezik meg Szalonikibe és Athénbe, és onnantól indul el egy tömeg. Azt lehet mondani, hogy kb. 2-3 hét múlva olyan 70-80 ezer ember lesz Görögországban. Fogalmam sincs, hogyan fogják ezt kezelni. A macedonok mondhatják, hogy megállítják őket, de a macedon hadsereg 7 ezer ember, és ha ott 20 ezer ember vagy 70 ezer ember azt mondja, hogy mi átmegyünk, akkor ők ott át fognak menni. Hát akkor azt nem tapasztaltad, amit leginkább mindenki keres, a megoldást. Ja, nem, nincs tehát megoldás, továbbra sincs ez az egész helyzet megoldva egyébként. Tehát hiába, hát
ha lesz egy olyan török EU megállapodás, hogy még több pénzt pumpálunk a törökökbe, és most ezt nem akarom rosszá ízzel mondani, mert rengeteget tesznek nem a törökök. Nem tudsz ma már úgy beszélni erről az egész kérdésről, hogy valaki be ez ne ébresz-e rosszá íz. Azért, mert azt gondolod, hogy ha én kérdezek valamit, akkor annak politikai felhangja van, ha te válaszolsz, azért válaszolsz úgy, mert te azon a csatornán adod le, és ez a meggyőződésed. Látom az SMS falat, tehát kihúzod a gyufát, én is, te is, itt bármit kérdezel, vagy mondasz, erről a kérdésről ma már nem tudsz effektíve, objektíven kérdést feltenni, válaszolni, mert nem lehet, mert valaki valamit úgyis belegondol, vagy azt gondolja, hogy azért kérdezed. Például azt mondják nekem, hogy csak egy SMS, Balázs, értékes nép, mondtam a szírekre, akiket egyébként én valójában annak tartok, megmutatták szilveszterkor Kölmen. Írja egy olyan SMS hallgató, aki egy felületes hírfogyasztó, mert nem tudja, hogy Kölmen, akik ezt elkövették, legkevésbé egyébként szírek nem voltak. Nem szírek voltak. Tehát nem tudsz már úgy beszélni erről, hogy ez ne váltson ki az emberekből indulatokat. Ugye a kölni esetről van szó, ott kiderült, hogy aztán végképp nem szír állampolgárok voltak. Minden más országból érkeztek, de nem szír állampolgárok voltak. A kölni esetről mi is beszéltünk. Igen, nem szabad a menekültvás. Nem szabad össze most is sok mindent, és a szírek nem voltak benne ilyen. Na mindegy. Jó, szóval, hogy nem látod a megoldást. Egyelőre nem lesz megoldás, ha az Európai Unió Törökországgal megállapodik, és valóban még rengeteg pénzt pumpálunk Törökországba, hogy nyisson még táborokat, fogadjon vissza még menekülteket, illetve helyezen sokkal több katonát és rendőrt szolgálatban a nyugati partoknál, akkor esetleg lehetséges, de ez csak pénzkérdése. Angela Merkel meghívta a menekülteket, igazából neki van egyedül akkora hadsereg és annyi pénze, hogy ezt megoldja, ezt a történetet. Ugye ne várjuk már egy ekkora országtól, mint Szlovénia, Macedónia, Magyarország, hogy megoldja ezt a dolgot. Ez pénzkérdése. Ezek az emberek jönnek, egy hullám elindult, hiába teszel egy gátat a hullámba, attól még a hullám érkezik. Akárhova teszed a gátat, a mögötte lévő ország óriási bajban lesz. Ugye most Macedóniában van a gát, de ez nem fog sokáig tartani. Ennyi ember úgyis el fog indulni. Ha 2000 embert most nagyjából meg tudtak állítani a macedonok, valószínű 5-10-70 ezer embert, mert senki nem fog. Ugye Európában nincs tűzparancs, tehát itt nehogy arra számoljunk, nagyon sokan ilyen, hogy is mondjam, extrém, meg szélsőséges gondolatokkal lőni kéne, de szó sem lehet. Meglepődnénk, hogy mennyien vannak azok, akik ezt jó megoldásnak gondolják. Ha csak az SMS falra tekintek, akik ezt egy teljesen exakt jó és elfogadott megoldásnak tartanák, hogy akkor lőjünk. De ilyetetlen, hogy ebből milyen tőkét lehet kovácsolni. Csak egy kérdés, hogy nyilván ez egy ultra szélsőséges álláspont, ez a tűzparancs, de ha mondjuk olyan radikálisnak mondhatom megoldást vezetnének, mint amit például az ausztrál parti őrség, vagy az ausztrál kormány, vagy egy konzervatív kormány vezetett be Ausztráliában, hogy ezeket a menekült hajókat, ezeket a kis lélekvesztőket az ausztrál parti őrség, illetve a hadsereg visszafordítja az ausztrál partok előtt, és nem engedik meg semmilyen szín alatt, hogy partra szálljanak Ausztráliában, és ahogy lehet tudni egyébként, ott gyakorlatilag másfél éve nem is szállt a partra egyetlen menekült sem az ő országukban. Erre mi jelen lenne a nemzetközi reakció? Nagyon jó a felvetés, nem megoldható. Tehát erre itthon elméletben, főleg olyan országokból volt kísérlet, amelyiknek nincs tengere, de van egy nagyon fontos tengeri szabály, hogy ha te olyan hajót látsz, amelyben menekültek vannak, bocsánat, amelyikben sérült emberek lehetnek, vagy bajba jutott hajóról van szó, vagy ember van a vízben, neked kötelességet kimenteni, különben ez bizony büntető eljárást von maga után. Tehát hiába, és most voltak is egyébként olasz NATO hajók, finn NATO hajók a görög-török partok között, de amikor te meglátsz egy gumicsónakot, és ott egy ember is úgy érzed, hogy veszélyben van, és te nem mented ki, akkor te mész a börtönbe. Tehát nem teheted meg tengerészként, hogy egy bajba jutott hajón nem segítesz. Ha pedig egy finn, egy olasz vagy egy görög hajó felveszi a menekültet, az már Törökországban nem viheti, hiszen az a török felségvizeken van. Hova hozza? Tehát magyarul a saját NATO hajóink hozzák be az Unióba, nem tudsz más csinálni. Tehát nem tudsz fizikai gátat húzni a tengere. Sokan gondolkodtak így, hogy lehetne, de nem tudsz, mert ha te tengerész vagy, te tudod pontosan jól, hogy egy bajba jutott hajó van, akkor neked azt ki kell menteni. Tehát nincs alternatív, ha menekültek vannak rajta, ha bárki van azon a hajón. Egy utolsó kérdés, csak nem tudom, hogy lehet-e számszerűsíteni, de te itt nagyon sok olyan országot mondtál, ahhoz effektíve nincs háború, csak lehetőségként elindultak Európa felé, mert azt hallották, hogy megnyílnak a kapuk. Hogy így van. Hát ezt az ember áradatot viszont senki nem fogja tudni megállítani. Hát azért itt 4-5 olyan országot soroltál, ahol nincs effektíve zajló háború, mint Szíriában, ahol valóban menekülni kell, hanem csak egy jobb élet lehetőségében, reményében egyszerűen elindulnak Európa felé. De hát kreálnak valami indokot, így kreálnak indokot, itt százezres milliós nagyságrendről beszélhetünk. Ők a gazdasági bevándorlók, ez jelenti a nagy problémát, ugyanis ők rátelepedtek, a szírek sokszor azt szokták mondani, hogy a mi madarunk szárnyaira ráültek azok a bevándorlók, akik elveszik tőlünk a levegő lehetőségét, hogy mi lélegezzünk, mondják azok, akik háborús területekről jönnek, és valóban így van, hiszen mondjuk az Észak-Afrikából érkező menekültek, Tunézia, Marokkó, Algéria, hát azért én tudom, hogy nem egyszerű országok, és nincs teljesen vallásszabadság, vagy Pakisztán, de hát azért nem mondjuk már azt, hogy háború, effektív nincs háború. Így van. Egyáltalán nincs
nincs itt keresni valójuk, az irániakról meg aztán pláne nem értem, hogy mit keresnek itt. Több száz olyan menekülttel találkoztam, akik Iránból jöttek, úgyhogy csak férfiak, tehát hihetetlen, hogy mit keresnek egy menekült hullám közepén, amikor próbáljuk azokat elhelyezni már idézőjelben. Akik valódi bajban vannak, és családok Szíriából és olyan városból jönnek, amelyeket éppen bombáztak. Tehát ezért nagyon nehéz, és nagyon sokan összemossák, tehát ez egy óriási konfliktus még mindig. Igen. Hát reméljük, hogy sikerült azért egy picit tájékoztatnunk mindenféle elfogultság nélkül, de hát ugye nehéz, mert úgyse tekintenek bennünket sem elfogult tájékoztatóknak, úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Hát erről beszélni kell, a szemünk előtt zajlik a történelem igazából, úgyhogy muszáj erről beszélni. Köszönjük szépen, hova mész legközelebb? Hát folytatom tovább Közel-Kelet, megpróbálok Irakba bejutni, most a következő helyszín az lesz Bagdad, hihetetlen sok merénylet van most Bagdadban, és az iszlám állam Irakban még nagyon erős, a kurdok, a pesmergák már kinyomták őket, azt lehet mondani, hogy gyengül az iszlám állam, de Irakban még mindig erős, tehát most úgy néz ki, hogy következő utaz Közel-Kelet lesz. Családfeleség? Nem? Mindenki oké. Igen, hol vannak, kicsit hazamennék most. Ne? Picit izgulnak néha, picit aggódnak, de hát igen, menni kell. András, köszi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen nektek. Hívjál, ha hazajöttél megint. Jó, köszönjük szépen, Novák Sziasztok. Andrással beszélgettünk. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel, hármas ugrás játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Ciao, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel! Hello! Attila, honnan hívtál minket? Budapestről. Milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Gondoltad, indítsuk a hetet így szerdán, közepes. Így van, hétfőket kimaradt, akkor szoktak lenni a könnyű kérdés. Na, így szól az első kérdés. Melyik szuperhőst alakította a filmvásznon George Clooney? Szerintem nagyon rossz film volt. George Clooney. Az egyetlen ilyen szerepe volt, Batman. Batman és Robin. Bizony, nem a Batman filmek közül. Oh, az egyik az ő nevéhez fűződik. Talán az egyik legrosszabb. Arra pont nem emlékeztem. Pedig Batman-ben otthon vagyok. Pedig ha láttad volna, emlékezt. Hát igen. Lehet, vagy annyira rossz volt, hogy nem maradt igen, meg. Nem az is lehet, igen. Attikám, ez egy rövid játék volt, köszönjük hát szépen. Én köszönöm. Szia, szép köszi, napot. Hello. 9:50 múlt, pontosan 8 perccel. Rövid játékunk után jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 lesz, pontosan egy perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Bejöttünk 4 nap után, és egy érdekes címlap fogadott bennünket, az egyik bulvárlap. Nem tudom, ti is halljátok? Más a hangod. De ne változtass már állandóan a hangod, Balázs. Melyik kezed volt? Most olyan, mint a héliumos lufi cívta volna, kettővel lejjebb lefelé. Igen. Tehát, hogy nem, de lehet, hogy csak a visszajövőnk olyan, nem tudom. Nem, ez már nem. Ez a rendszer már nem működik. Ez nem lehet, hogy egy best-of felvétel? Nem tudom, én is furálom. Szóval, hogy bejöttünk korán reggel, és az egyik bulvárlap címlapjáról kezdtünk beszélgetni. Ugye Lajcsi itt volt velünk, és beszélgetett néhány hónappal ezelőtt. Mi kedveljük őt, és azt gondoljuk, hogy hát jár mindenkinek neki is az ártatlanság véleme. Most mégis mi ebből a cikkből azt olvastuk ki, mintha ez a bulvárlap azt sugalná, hogy Lajcsi Mexikóba szökött. Így van. Aztán elolvastuk a cikket a megszólás után, és rájöttünk, hogy azért ők ezt csak szeretnék sugalni, leginkább itt arról lehet szó, hogy Lajosik elmetek nyaralni, egyet elegük lett abból, ami itt van. Fogták az egész családot, felvették a pereputyot, bőröndöket, és elmentek egy kicsit pihenni, hogy mindenki hagyja őket végén. Így van, és nem arról van szó, hogy amikor most emigráltok Mexikóba, és akkor ott beindít majd egy saját zenekart Los Lopos néven, és aztán hogy új életet kezdeni. Igen, szóval, hogy arról beszélgetünk, mit csinált Lajcsi vajon Mexikóba a cikk után. De teszem hozzá, hogy mi kedveljük, abszolút. És ugye ez volt az egyik témánk, a másik pedig arról, hogy vajon hát hogy lopnak el egy autót? Ugye ezt vágtad be Anna másodiknak, az autólopást? Autólopás. Autólopás. Ja nem az autólopást. Arról beszélgettünk. Miről? A lopott dolgokról. És arról, hogy milyen az, amikor a kis ördög megszólal, ugye benned egy órával ezelőtt ez volt a témánk, hogy találsz valamit, és talán még a lehetőséged is meg lenne, hogy visszaad 20-30-40-50 ezer forintot, vagy akár többet, ott van az illető személyigazolványa, de a kis ördögre hallgatsz önmagadban, és inkább elteszed,
aztán vagy van lelkiismert furdásod, vagy nem. Hát hallgatóink kiöntötték nekünk a lelküket, és bevallották, hogy náluk bizony sokszor megszólalt már a kis ördög, és ők bizony eltettek ezt, vagy azt ki karórát, ki aranyórát, ki készpénzt, hát, ugye? Mi jutott ugye az élettől. Mi is vallottunk, és hát nagyon érdekes SMS-eket kaptunk, úgyhogy ezeket most újra megmutatjuk. 5 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Nekem is szint kell vallanom, hogy mit találtam, és nem adtam vissza. Ne, nem kell, nem akarsz. Milyen volt a 4 nap, jó volt? Pedig elmeséltem volna, hogy a Gangsta Zoli könyvét itt hagyta a Rákóczi Feri, és én csak kölcsön vettem. Nem is én hagytam. De itt hagytad, hazavittem, majd elolvastam, visszahozom, jó? Jó, oké. Okay. Minden volt ebben a 4 napban, képzeljétek el, régóta a kertem segítségért kiáltott, vagy a kertünk, mert hogy elszáradtak a tuják. És hát most ezt kiszedtük, de hát ez egy ilyen egész napos feladat volt. Az nagyon kemény, és hogy bármilyen gyúróterembe elmehet az ember, meg bármit sportolhat, kiszedni 3 tuját a helyéből gyökerestől, na az valami. Neked. Hát nekem igen. Jani kitépi, érted? Megfogja. Respekt a favágóknak. És milyen fenyőfélétben azt tudod, vagy mit ültette, milyen volt tehát maga a fajtája? Volt 2 ilyen rakétatúja, tudjátok melyik az, ami nagyon magasan nő. Én így hívom, lehet, hogy hivatalosan nem ez a sőt, biztos, hogy nem. De hát sajnos valami megtámadta őket, és így aztán elszáradtak. Volt egy úgynevezett gömbtúja, ami itt szétesett. Hát, mi megadtunk neki egy kis tüzet. Máshova kell szoktatni a kutyák. Igen, a kutyákra fogjuk. Jól van, de akkor jó volt a hétvége, ez a lényeg. Jól éreztem. Igen, volt benne egy strandolás, vagy hát elmentünk. Picit korán kezditek a strand szezont, nem volt hüves, vagy voltak más? De legalább kevesen voltak. Igen, nem kell sorbálni a hullámnak. Picit koppanós a beérkezés a medencébe. Érdekes. Találtunk egy olyat, ahol van fedett rész is. Na, az jó. Hívjuk a naphallgatóját. Télire lefedik a medencéket. Uh-huh. Fájt is. Az első ugrás volt csak mi. Hát, ha nem. Igen. Azt írta, Lajcsi látta a macska fogot, ezért gondolhatta, hogy sikeresek Mexikóban a duci trombitások. Igen. Ezt írta nekünk például. Muchachos sorok charos, longos negros chiros. Szerettük Péter SMS-ét, hát nem mondta, hogy Morning Show nem vette föl. Péterre hallasz bennünket, te vagy a nap hallgatója, csak nincs ajándék csomag. Remek zenék, Csabikám, mondj valami jót. Duke Dumontot hozom nektek. Kit? Duke Dumont. Végre. Egy angol producer, és eddig elég sok slágerét ismerhettük meg itt a Class FM-en, a Won't Look Back, az I Got You, a Need You, ezeket mind nagyon szerették a hallgatók. És most van egy újabb, egy friss, ami hihetetlen dallama van. Egyébként Deep House-ban utazik a fiatalember. Nagyon jó a dallama, ezért ajánlom nektek. Ocean Drive, ez a címe. Már tényleg jó. A betyárját. Meghallgatjuk. Jó. Hát, jó a van. Deep House, akkor jó. Egy jó Deep House, az mindig jó. 3 perc, szóval 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral. 555-55-00, jó? Ez a telefonszám, ha szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.